legsmoothabb kezdés ever. I hope. Indeed. We are live, azt hiszem. Üdvözlök mindenkit ismételten ezen ominózusan gyönyörűséges játék befejezési folyamatának, lekerekítési procedúrájának megvalósításában. Én továbbra is Spyro Guy vagyok, és hát sajnos ígéretemmel ellentétben nem sikerült ezt a játékot egy ülésben befejezni, ahogy azt vártam, de ennek most elejét véve... Nem fogom jinxelni magamat, nem fogom megígérni, hogy befejezem ezt a játékot, annak ellenére, hogy kurva ciki lenne, hogyha mondjuk egy 4 órás session nem lenne elég arra, hogy az utolsó gyakorlatilag egyetlen megmaradt pályát és a hozzátartozó összes szaros minigémet befejezhessem, de tudjátok mit? Nem fogom jinxelni, nem fogom nektek megígérni, hogy befejezem. Történik, ami történik. Viszont van az a sanda gyanúm, hogy a játékból már nincsen 4 óra. Most jobban belegondolva, visszatérve a helyre, ahol tartottunk, én azt hiszem, hogy tényleg csak egy pálya van már a játékból, de nem popázom el az egész streamet az előző sessionben, akkor együttében befejeztük volna. Actually. Na de, ne szaporítsuk tovább a szót. Ideje folytatni hihetetlen kalandjainkat a legjobb Madagaszkár játékban, mert nyilván ez a legjobb Madagaszkár játék ever. Absolutely, no doubt. Let's go. Jaj, persze, elfelejtettem, hogy itt hagytuk abba. My favorite part. Of course. Na jó van, piros vagy kék, legyen a kék. Mik a Sonic? Mondjuk az érdekes, hogy jobb oldalt választottak és a bal oldali vagyok. So amazing, pénztáros gaming, minimál bérért. My favorite, I love it so much. Na de akkor várjunk csak A, B, A, A. B, 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 A. A, B, A, A. Vörkölj. Gomb translating body, mind and soul. Az meg. Jaj, ne, Mango Mania, my favorite. És azt hiszem, ha jól emlékszem, tartozok magamnak egy ígérettel, akkor későbbiekben, amivel túlmotiváltságomat próbálom majd egy kicsit kompenzálni ezekben a minijátékokban. Jaj, ne! Nem tudom elég gyorsan csinálni. Mi fog történni? Túl sokat beszélek és elterelem a saját figyelmemet. Az Epic Gamingról, ami itt történik a szemem előtt és a szemetek előtt is. De még így is. Amilyen szarul csinálom, úgy látom, hogy megelőzöm a botot. Még hogyha vak lennék, akkor is megelőzném a botot, semmi... So fascinating. So amazing, ez egy évtized játék a gameplay. Ez B-A-X-A, Baxa. Kérlek, ez az mit, elegem van. Több pontom van, mint a másiknak, nem érdekel. I stopped caring. Actually, I lost interest. Nem ez a jó hozzáállás, amivel a streamet indítani kell. Tehát ez nem egészséges a végigjátszás. Végigjátszást illetően, de ezek a részek annyira csontszarok, hogy nem emlékeztem rá, és az, hogy a játékot szerintem, de most ezt elmondom azért még, sosem fogjuk befejezni ezt a játékot, ha minden ponton megállítom a monológiaimmal a gameplayt, de nézzétek meg, basszus, ezt szerintem már elmondtam az előző alkalommal is, hogy annak ellenére, hogy ez a játék, azt hiszem, PS2-re már nem jelent meg, valahogy mégsem bírták kifejleszteni a széleit ennek a pályarésznek. Tehát, hogy arra próbálok kiukadni, hogy konkrétan ott a bal és jobb szélen úgy néz ki a pálya széle, mintha 4:3-as képarányhoz optimalizálták volna a játékot, ami nem lehet, mert ez a játék már mind olyan konzolokon jelent meg, mondom, a PS2-es régi multiplatform játékok PS2-es verzióival fordult elő az, hogy valamiért a PS2-es verziókba nem egy alkalommal nem tettek widescreen opciót, mert nem tudom, azt hitték, hogy a PS2 nem bírja el. És igen, ez valóban egynél többször megtörtént.
nem értem, hogy miért, mert ugyanúgy 480p-ben van renderelve a játék, csak ugyanaz a mennyiségű képkocka ki van nyújtva széles vászonba, és sokszor ezt gyakorlatilag csalással intézték el, tehát a széles vászon azt jelentette a régi tévék korszakában, még a PS2-s időszakban, hogy egyszerűen összenyomták a 4:3-as képet, és a magát a tévét kellett átállítani widescreen módban. És erre azt azért mondtam el nektek, mert nem értem, hogy itt hogy nem tudtak a bal és a jobb szélére ennek a pályának, ennek a retkes pályának még egy adag embert odabaszni. Ne legyen ennyire egyértelműen látható az, hogy hol ér véget a pálya. Ne mondjátok nekem azt, hogy az Xbox 360 és a PS3, még talán a Wii is, mert ez a játék 360 PS3-ra is Wii-re jelent meg annó, nem bírna el még egy extra 5-6 embert a két oldalon. I don't believe this lie. A másik dolog, ha jól emlékszem, azt mondtam, amikor az előzőleg tartottam ebben a szegmensben, hogy elviszem addig a pontig a dobálós gameplayt, amíg mondjuk legit nyerni fogok, és utána elengedem. Tehát, hogy első 30 másodpercben a szabályok szerint játszom, és utána meg majd... Aha, és melyik vagyok én? Ez vagyok én, melyik az a piros, jó. Tessék, egyél. És már most háromszor annyi pontom van, mint a másiknak. Azért. Azt mondjuk bírom, hogy amikor egy időkorlátra kell adni az embereknek a kaját, az éhség az egy olyan dolog, ami hogyha egy olyan inger, egy olyan input, mert hogyha nem elégítesz ki 15 másodpercen belül, akkor magától elmúlik. Mondjuk ez a nassolásra valamilyen szinten igaz, de azért általánosságban az éhségre nem. Tehát a nassolásra. És úgy látom, most van háromszor annyi pontom, mint az ellenfelemnek, de arra nem hagyott elég időt a játék, hogy kijöjjem magamat és elkezdjem csak úgy random dobálni a patrónusokat. Ezt korábban kellett volna kezelni. Csak háromszor, majdnem háromszor annyi pontot szereztem, mint az ellenfelem. Annak ellenére, hogy talán fél agysejtemet használtam a játékmenethez, és 5 csillag. Nagyon köszönöm. Üdvözlök mindenkit, aki félúton betoppan a chatbe. Ihet. Nem tudom, hogy miért nincs a játéknak hangja most ebben a pillanatban. Lehet emulációs hiba, és imádom, hogy... szinte... hú, basszus. Most nézem ezeket a karaktermodelleket. Az első talán két sorban vannak igaziak, és utána meg már csak 2D-s sprite-ok. Na, ezt a játékot nem arra fejlesztették, hogy... véglegesítették és megálmodták, akkor szerintem nem számoltak azzal, hogy valaha valaki ezt 2K-ban, 2K-ban fogja tolni. Van az a halovány sejtésem. És amúgy, hogyha várjunk csak, hogyha izével lennék azzal a fókaipsével, akkor... Ha fókaipsével lennék, az mit csinál? Nem emlékszem rá. Még legalább egyszer, de inkább kétszer végig kell majd örömködnünk magunkat ezeken a minijátékokon, szóval... Lehet a továbbiakban azt fogom majd csinálni, hogy a játékmeneti változatosság érdekében megnézem a másik karaktert is, mert az, hogyha másik karaktert választjuk ezekben a szegmensekben, nem mindig jelent más játékmenetet, de van, amikor igen, tehát azt hiszem a Vitali Julien király gameplay párosban is Julien király más gameplayt kap, mint Vitali. Julien király nem fog átugrálni a tűzkarikákon, hanem azt hiszem dobolnunk kell ütemben az átugrásra, vagy valami ilyesmi rémlik nagyon halványan a régmúltból, úgyhogy majd meglátjuk mindjárt. Azt hiszem, hogy pont az a következő? Lehetséges. Arra lennék kíváncsi, hogy a fókának itt ugyanaz a gameplay-e, mint... Ó, összeomlottak Xenia, nincs ehhez még korán, barátom. Most kezdtük el a streamet. Xenia, please. Be more alive. De úgy láttam, elmentette, szóval don't fos, nincsen baj, nem kell. Ezt magamnak mondom inkább, coping gyanánt, hogy nincs a probléma, nem kell újra játszani a gameplay-eket, ne aggódj, minden rendben lesz. Amennyire tetszik a városban a rohangászós gameplay, tudom, hogy Karmondia szerinted az sem nagy szám, de nekem nagyon bejövős továbbra is. Annyira nem komálom ezeket a cirkuszos minijáték mizériákat. 57-50, nem az 57%-ánál tartunk a játéknak, az összes collectible amigos, hanem
hanem a 70 plusz százalékánál történetileg. Please. Játék. End. Ez az. Jó van. Oké, és akkor most Julian királyt kiválasztjuk, mert kíváncsi vagyok rá, hogy neki mi a gameplay-je. I am very... Csak... Na várjunk csak... Nem értem. Ja, hogy amikor ugrik, akkor kell... Szóval... Én irányítom a dobolásommal, de akkor miért nem kapok pontot? Nem értem. És... Jaj, hogy időszítenem kell a... Az ütemet és a... A izét, a... Hogy hívják azt, nem igaz? Nem cintányér, hanem a másik. A dobot és a másikat. Az ugrására. És attól függően, hogy elbassza vagy nem. Én kapok pontot akkor, hogyha időben adom hozzá a hangszeres kíséretet. Akkor a basság csodálatos. De ez nem volt jó választás. Ez nem volt jó választás, mert én gyorsabban végig faszkodtam volna magamat rajta Vitalijjal, mint ahogy Julian királynak a gameplayt kell csinálni. És most olyan gyorsan ugrott, hogy vissza is vonhatom ezt a kijelentést kapásból. Ki kell ábrándítsalak, Psycho Bear. Madagaszkár 2 volt, azt hiszem az első, a második játék, amit ezen a csatornán streameltem. Nem tegnap volt, de hogyha fölmész a csatornámnak az oldalára, ott meglátod a főoldal videó lista elemei között rögtön az első, nem értem. Nem értem, tehát, hogy én vezérlem az ugrását, mert van, amikor úgy is ugrott, hogy nem cintányéroztam. Magától ugrott, és utólag kellett megnyomnom hozzá a cintányért. Hogy például most. Tehát, hogy ő bassza el az ugrást, és én... Na, tessék itt például, leütöttem, és nem ugrott, szóval... Itt. Szóval csak simán retardált az AI. Igen. Attól tartok, arról nagyon-nagyon régen lemaradtál. Vannak ötleteim arra, hogy hogyan lehetne megtapasztalni a Madagaszkár 2-t másmilyen formában újra. De mondom, annyi stream ötletem van, hogy még nem vagyok azon a ponton, hogy rászoruljak arra, hogy régebbi játékokat újra streameljek, de ne aggódj, tisztában vagyok a helyzettel és a problematikával. Abszolút nyitott vagyok újra streamelésekre is. Lehet, hogy nem, ezt már mondtam az előző streamben, tehát, hogy lehet, hogy erre fogom majd egyszer használni a Twitch oldalamat, hogy olyan játékokat játszok újra rajtuk, esetleg alternatív formában, más formában, melyeket már kijátszottam itt, de mégis van rá valami ötletem. Madagaszkár 2-n például speciel, nem fogok hazudni, gondolkodtam ezen stream ötlet elkezdése előtt. És van egy nagyon jó ötletem, amit nem fogok elspoilerezni, majd úgyis megértitek. Igen, a Madagaszkár 2 egy nagyon-nagyon jó játék. Abszolút. Na most az a helyzet, hogy nekem van egy állandó partnerem Fortnite-ban, úgyhogy nem ígérem, hogy fogok veled játszani. De soha nem mondod, hogy soha. Azt sem mondom, hogy get away from me, soha, nem, csak most. Most éppen nagyon, mondjuk nem tudom, hogy nem most éppen nagyon, mert nem voltak... kihagyási stádiumok, tehát, hogy ha esetleg láttad a Fortnite videóimat, akkor sejtheted, hogy adott az állandó Fortnite partnerem, de ez nem jelenti azt, hogy soha nem próbálhatjuk meg trióban, persze. Erre voltak próbálkozások a közelmúltban, más oldalról. És meglepően jól mentek a dolgok, szóval mivel még úgysem játszottam voice chatben squadot, ezért abszolút nyitott vagyok rá. Viszont manapság az is igaz, hogy már korán sem játszok annyi Fortnite-ot, mint hát most mondjam azt, hogy fénykoromban. Volt idő, amikor rengeteget játszottam Fortnite-tal, aztán van az a pont, amikor az ember úgy van vele, hogy ez a játék nagyon jó, nagyon élvezem, tényleg, de nem játszhatok csak ezzel életem végéig. Tényleg nagyon jó. De a Fortnite az zseniális, és nem is akarok róla többet mondani, bazzeg, mert nem lesz material a
fene tudja, milyen hosszú videó eszémre melyet majd holnap és az univerzum megsemmisülése, kihűlése között fogok elkészíteni. Jaj, ne, a time bónuszom, oh no! What am I going to do now? Jó, köszönjük. Kérlek, mondd, hogy igen, elmentettek. Most nem fogok amiatt fosni, hogy minden egyes alkalommal összeomlik a Xenia. Mondjuk szentik azt, hogy még a Xenia is allergiás ezekre a szegmensekre. Ha jól emlékszem, eddig csak ezekben a szegmensekben omlott össze a Xenia. Leszek most a másikkal. Mert miért ne? Úgyis csak itt irányíthatom ezt a karaktert, szóval mindegy. Kicsit jobbak az ugrás hangjai, mint Alexnek. Próbálom. Aki nem semmisül meg az teljes elméje, hogyha véletlenül nem sikerül megfognia azt a kapaszkodót, amit akart. Jaj, ne! I failed slightly once. Time to kill myself. Nem. Jaj, gasz voltok itt nekem, tökéletes biztonságban vagyunk. Mondjuk azt bírom, hogy figyeltek a fizikájára a dolognak, tehát hogyha bizonyos magasságból esünk le, akkor ugyanabban magasságra pattanunk vissza az erőhatások miatt. Ezt a fizikai detailt nem vártam ettől a játéktól. Jó lenne a városban járkálás, csak ne fél kilométer per órával kellene sétálni mindenkivel, meg lenne benne valami érdekes feladat. Miért megy el a chat szoba két percenként? Mutatottam, ami túlmutat a poszterragasztással és random cuccok gyűjtegetésén. Értem, mindenki benne van a Madagaszkár 2 ismétlésben. Eltettem fülem mögé a kis polcra. Abszolút, én sem ellenzem. Yes. Én kihalni nem tervezek a Fortnite-ból, ezt megígérhetem. Az túl érdekes dolgok történnek vele, legalább játékmechanikailag. Megállás nélkül. Azt az Epic Games is tudja, hogy muszáj a Fortnite-ot érdekesen tartaniuk, mert hát az egyetlen dolog, ami érdekessé teszi. Jó az alapjátékmenet, de az emberek azért mennek vissza újra és újra megnézni, hogy most mi van, mert mindig szereznek valami zseniális crossover-t, amit az emberek meg akarnak szerezni a FOMO miatt, egyrészt. Bocsánat. Másrészt meg a bővített játékmechanikák miatt. Crossover-ök és játékmechanikák. Sajnos történet már nincs, de mondom, erről a videóban lesz majd szó, úgyhogy inkább ne a Fortnite-ról beszéljünk most. Vagy beszélünk róla 2050-ben, amikor kijön a 70 órás videó eszém a Fortnite-ról, és akkor majd diskurálhatjuk, hiszen higgyétek el, akkor is létezni fog még a Fortnite, biztos vagyok benne. Olyan zseniális pénzeket profitál az a fejlesztő csapat a Fortnite-ból, hogy nem hiszem, hogy anytime soon meg fog halni a Fortnite. És vicces ezekről videó eszé ajánlásokat látni az interneten, hogy nem halt még meg a Fortnite, mi az, hogy mindig él a Fortnite? Hát azért, mert nagyon-nagyon-nagyon tesznek érte a készítők, hogy ne halljon meg, hogy soha ne váljon unalmassá. És amigos, elérkeztünk a kedvenc részéhez a játékomnak. Elérkeztünk ahhoz a részhez, amit a legjobban bírok. Én legalábbis. Nekem ezek a londoni szegmensek a kedvenceim. Imádom a zenét alatta, és alapból gyengeségemet képezik az éjszakai városképek. Tehát imádom. De minden játékban imádom az éjszakai városképeket bámulni. Meg rohangászni bennük. Hát meg a való világban is csak, akkor az embernek sok lehetősége nincs akkor, hogy haludni is akar éjszaka. Szóval yes! Éjszakai városkép for the win. Ingerland double for the win. És az enemy miatt triple for the win. És mielőtt még elfelejtem, azt is elmondom, hiszen ez a játék utolsó pályája gyakorlatilag, és úgysem sietünk sehová emiatt. Utána néztem az interneten. Kíváncsi voltam a kompózer identitására, a zeneszerző identitására, és mint kiderült, én ezt teljesen véletlenül hoztam így össze az előző streamben, amikor a Call of Juarez is szóba került, és elkezdtem róla beszélni, bazd meg. Emberek, az az ember, aki ennek a játéknak a zenéjét írta,
társ zeneszerző volt a Call of Juarez Gunslingerben. Nem emlékszem a nevére, valami Rob Everett Zombie vagy mit tudom én, de együtt dolgozott a másiknak sem tudom a nevét nevű emberrel, aki lengyel, Pavel Blavcák, vagy nem tudom, tényleg nem emlékszem a nevekre, de az a lényeg, arra akartam kiukadni, hogy az Ipse, aki ennek a játéknak a zenéjét írta 2011-es vagy 2012-es, ezután rögtön a következő projektje volt a Call of Juarez Gunslinger, ami azt hiszem egy 12-es vagy 13-as játék. Nem szándékos volt, teljesen véletlenül került szóba, csak a korábbi backlogjaimat akartam ismertetni veletek, erre azért kiderül, hogy a játék, amivel most játszom, az közvetett módon közvetlen kapcsolatban van a Call of Juarez Gunslingerrel. Kompózer portfólió tekintetében, ez zseniális, imádom. Nem számítottam erre a coincidence-re, kellemetes coincidence-re, szeretem. A kellemetes coincidence-ek mindig jöhetnek, a másik dolog meg, ezt lehet, hogy mondtam az előző streamben, nem emlékszem rá, de én ezt a játékot nagyon régen terveztem streamelni, eredetileg, nem sokkal a Madagaszkár 2 játék végigjátszás után streameltem volna, és amikor az elfelejtődött, meg elhalasztódott, meg nem volt hozzá erős gépem, hogy lesztreameljem, hát akkor annó az még a nagyon szar gépről volt streamelve az előző előttiről, igen, amin éppen ment a Madagaszkár 2 is 720p-ben, és azt hiszem, hogy a streamet nem bírtam 60 fps-ben játszani, valami nem bírtam ezt 60 fps-ben streamelni, még csak 30-ban, és úgy kellett centizni a pixeleket, hogy ne omoljon össze a program, se a számítógép, és ezért nem streameltem a Madagaszkár 3-at, végül eszembe jutott, ezért halaszgattam, ameddigre el nem felejtődött. És amikor aztán végül mégis eszembe jutott a dolog, akkor azzal terveztem, hogy majd a... imádom a... jokingly kialakított numerikus megnyilvánulásokat. Arra gondoltam, hogy vagy a 30-adik, vagy a 33-adik streamem lesz majd a Madagaszkár 3-ról. Van. Nem bírok beszélni, I'm sorry, amigos. Tehát, hogy vagy a 30-adik, vagy a 33-adik streamem lesz Madagaszkár 3 tematikájú. És gyakorlatilag kompromisszumot kötöttem saját magammal, hogy a Wii-s verziót fogom Dolphinon, vagy legalábbis fogom megpróbálni streamelni, de erre soha nem került sor, mert végül csak sikerült elfelejtenem. Egy kicsit elkéstünk a 30. és a 33. streammel, ha jól emlékszem, ez vagy az 50. vagy az... Nem az 50. Az 51. vagy az 52. stream ezen a csatornán, de hé, jobb később, mint soha. Of course. Yeah. Dun. Itt már nem lesz hisza, itt majd... Oh, get the fuck out of my way, mate! Nem, várjunk csak, az ausztráliai accent. Nem, itt csak simán torkuk szakadtából sikítanak az emberek. És valahogy kétlem, hogy lesz ennyi... Come on, England! Skorsan fucking goes! Szerintem attól is... mentes lesz ez a stream, bár most már nem mentes, mert én megtettem a kötelező megnyilvánulásomat. Azt nézem, hogy hát persze, teát kell gyűjteni, teáskannát és egy umbrellát. Ellát. Mondta az értelmiségi zeneszerző. És amúgy igen, tehát hogy teáskannák és egyetlen esernyő, de a teáskannák. Felvettem egy teáskannát úgy, hogy észre sem vettem. No! Get away from me! Foul creature! You're disturbing my fish and chips! Oi, this is quite disturbing. Julian should appreciate this. I certainly do not appreciate these strange creatures stealing my tea. What am I going to consume this afternoon? Nem tudom, hogy mennyire vagyok közel a brit akcentushoz, mert sosem próbálkoztam vele. Nem. Átadják sonkeneri akcentusba, az nem jó az a... Torka szakadtában sikít, bazd meg! Megint összeom... But why? Mi? Játék? Xenia, vagy gép, nem tudom. Bárhogy is ellenkezel, be fogom fejezni ezt a játékot, érted? Érted? Do you understand?
Apropó dimenziók közötti referálás, egyeztetnem kell Némóval, hogy mikor fogom a fasz befejezni, mikor fogjuk befejezni a Warrior Within, vagy legalábbis folytatni a Warrior Within streamet. Dimenziók közötti crossover. Ez meg, hányszor kell még végignézem ezt a bekapcsolási animációt. Lehet, hogy... Bár nem hiszem, nem lehet, tehát... Nem lehet az, hogy a dupla... Bár miért ne lehetne? Ezt a játékot nem 2K-ra optimalizálták. Lehetséges, hogy a 61%. Sétálunk 3 mm-t és 10%-kal halad a történeti előrehaladás. Oh, no, it's time to go back. Oh my god, we are so back. Nem, csak azért is melmenő a lélekállatom, a hipohonder lélekállatom. És gondolom nem mentette el, ami a faszért mentette volna el azt, amit ideig összeszedtem. De azt hiszem a globális cuccokat azt el szokta menteni. Most az a kérdés, hogy az összeomlás az random, vagy konkrét részein történik a játéknak. Nem örülnék neki, hogyha konkrét részein történne. Hát akkor... Mondjuk az lehet, hogy érdekesebbé tenni a játékmenetet, hogyha vigyáznunk kéne, tartanunk kéne attól, hogy ne menjünk bizonyos részeire a pályának, mert akkor összeomlik a játék. Jó kis hot potato-s Dark Souls érmény lenne, ne menj arra, ne nézz arra, nézd a földet! Nem emlékszem rá, hogy Subway, vagy nincs meg. Egy pillanatra azt hittem, hogy beteleportált, beszpawnolt a semmiből az a honpolgár, de valószínűleg nem. Szóval, igen, attól tartok, hogy koncentrálnunk kell a küldetésre, mert nem tudjuk, mikor omlik össze a játék, csak úgy random. Must keep going! For a better future! Nem értek az angol az brit akcentushoz. Van egy kis ideám arról, hogy nagyjából hogy kell kiadni a hangpipe-okon keresztül, de nem vagyok szinkronszínész és nem vagyok impersonátor sem, szóval... Ó, mi az ott? And if you go there, you shall find yourself before the Buckingham Palace. Nem megy ez, nem erőltetem ez. És épp elég cringe ez a játék, nem kell triplázni a cringe faktort. De ha hallok valamit, akkor az... Oké, láthatatlan fal, I guess, de ezt lehet, hogy jobban is meg lehetett volna oldani. Hát ez is tök jól néz ki, most komolyan. Igen. Ebben a tekintetben nem túl magas az inger küszöböm. No! Ne kezd már te is. Szóval... Cups of tea! No! Jó, ebben a kertben találok magamnak teát? Ó, igen, fagylalt, a legbritebb étel, melyet magadhoz tudsz venni. Briton! Go away! Don't hurt me! Don't kill me! Pacsi, annak a... I'm very uncomfortable. Kösz. Ebben az országban sem csalódtam halálsikolyok tekintetében. Á, igen, a kedvenc végbél hőmérőm. Na és akkor, igen, de ezt hiába mentél. Ó, látom ám. Most véletlenül kiszúrtam. És ha jól lá... Aha. Ezt olyan melmen szét tudja ütni, vagy mindenképpen Mártinak a... Mindenképpen Mártinak a hátsó rugása kell hozzá. Bazd meg, mintha Resident Evil Outbreak lenne, úgy visítanak a háttérben a civilek. Nem sikoltanék ki magamon kívül, hogyha meglátnék egy random zebrát az árosban. Lehet, hogy 2012-ben még nem volt olyan magasan az emberek inger küszöbje, és tényleg sikítottak volna emiatt. Na várjunk csak, nem volt itt semmi. Dehogy nem, simán elsétáltam mellette, és ott van a másik fönt. Gondolom itt is az van, mint a korábbi pályákban, hogy azért a Mission Objective itemből
több van a pályában, mint szükség van rá, hogy ne kelljen azt az egyetlen 10 darabot levadászni. És már csak az a kérdés, hogy hol van az Umbrella? Víz. Umbrella? Umbrella? Where is the umbrella, I ask? Nem jelzi Batman... Batman fény sem jelzi az umbrellát. Huh? That's quite unfortunate. I'm very uncomfortable. He did not hit her. I'm tired, I'm wasted. What are you doing in front of computer? Go outside, so beautiful! Na lehet csak, te mit keresel a Földön? És itt mit kéne csinálnom? Hát, hogy... Valahol... Ja, valahol van egy gomb hozzá. Valahol. Mi lenne, hogyha... How about no? How about no? De amúgy meg nem is látom, hogy hová kéne mennem, csak sejtem, hogy most látom a Batman fényt, csak annyira világos van, hogy... Aha. Szóval nem úszom meg, hogy... Melmennel... Vagy Melmen mindvégig itt volt lent? Nem jött utánam? Igen, ha jól emlékszem, igen. Tehát, hogy eléggé ilyen válogatós ennek a játéknak az AI partner rendszere. Mert nem akarják azt... Egyrészt egy csomó olyan pont van a játékban, ahol... amit kooperatív gameplayre, két ember játékosos gameplayre rendezkedtek be, amit arra rendeztek be, és ez csak akkor működik egy játékos módban, a bizonyos pontokon, nem egy ponton, nem kevés ponton, egyszerűen nem mozdul meg a másik karakter, akkor sem, ha AI vezérli, máskülönben, ha mindig elkóricálna a területről, nem lehetne a kettőt kellően összehangolni ahhoz, hogy ezeket az egy helyben állós, én megnyomom a gombot, te addig maradj egy helyben, jellegű puzzle-öket meg tudnák csinálni. Tehát, hogy ha Melman mindig elsétálgatna és próbálna az én közelembe kerülni, akkor ez nem működne egy játékos módban. De szerencsére a fejlesztők is gondoltak arra, hogy nem adott két fizikai ember jelenléte egymás mellett. Mondjuk ezt mindig elfelejtem, hogy ez a játék amúgy kooperatív, kompatibilis. Szerintem soha nem is játszottam ezt kooperatívban. Képzeljétek el, ha lenne hozzá online matchmaking. No? Te... Na hát... Ja, jó, oké. Okay. Először azt hittem, hogy fordítva csináltam véletlenül, de nem. De jöhetünk. És most kell helyet cserélnünk, aha. Hey there, Norbert. I hope you're having a fun time in this... Fine biscuit stand. We are in England. I sure hope you have a license for that viewership. Bit sad, isn't it? Oh, nem. Nem igaz. Milyen nap van ma? Nem kell, de akkor nem mondhatom azt, hogy it's Tuesday, isn't it? Ah. Legnagyobb, na ácsi. Hol vagyok most? Nem értem. Itt kéne lennem? Nem hiszem, vagy igen? Nem mondod? Nem, nincsen antihisztaminom, mennem. Kéne inkább afrodiziákom kéne. Miért? Nem értem. Mit tud itt? Ja, most már értem. Vajon ha ráállok, akkor is ellök? Kíváncsi vagyok. I must attempt this for science. Ja, mi? Ja, hogy ja, tolja. Azt hittem, hogy beglitchelt a modellje és úgy fogja rúgni, hogy fél oldalasan el. És elrúgtuk Melmennel is, vagyis hogy eltoltuk. És most mit? És ez miért jó nekem? Hát máshogy nem... De nem figyeltem, hogy jutottunk le ide. Vagy ide teleportáltunk? Vagy mi történt? Teljesen... Kiblenkeltem. Egyáltalán nem figyeltem arra, hogy mi történik. Az utolsó ja, átugrottunk, persze, átjöttem a kötélen. Vagy itt pofázok, hogy arra sem figyelek, hogy mit csinálok. Hát nyilván ez annyira nem meglepő, mondjuk. Egyáltalán nem. És igen, ahogy gondoltam, több van a story quest item-e. Megből. My cup of
thief has finally arrived. Olyannyira, hogyha Sean Connery akcentust csinálnám, az nem is lenne annyira messze a valóságtól. Az ember nem skót. Skócia meg... Nem akarok hülyeséget mondani, mert itt az izé, az Angliában élő magyarok megöncselnek engem a földrajzi hiányosságaim miatt, de... Skócia az... az külön ország? Azt hiszem igen? Vagy nem? Vagy hisztisztek rajta a múltban, mint a Porta... A Szerbia és Montenegro, Portugália és Spanyolország, Jugoszlávia, Csehszlovákia, hogy egyszer egybe volt, de most már nincs. Valaki, aki most jár iskolába, világ, homályosítson fel, nem emlékszem, hogy az Egyesült Királyságnak mi a része pontosan, és hogy Skócia a része, vagy külön ország, nem tudom. De azt tudom, arra emlékszem, hogy a brit királyi uralkodói titulusban benne van az, hogy minek a hercege, meg a minek a bárója, meg minek a teniszütő tartója, Walesnek a hercege, meg mit tudom én. Szóval valószínűleg valamilyen szinten nem teljesen retardáltság, amin most itt brainstormolok, de valahogy nem ugrik be nekem most a UK földrajz így kapásból ezen csodálatos játék kivitelek közben. Vagy ha esetleg gondoljátok, választhatjátok a könnyű középutat és beírhatjátok Wikipédiába, hogy pontosan megismerjük az angol szász államaparátus felépítését. Igen, már nagyon régen megvan, köszönjük. És nem akarom elkiabálni, de még nem omlott össze a játék. Ha ezt szétütöm, akkor leesek, nem akarok leesni, vagy le akarok esni? Le akarok esni? Lehet, hogy le akarok esni, mert... Aha, ó! Oh. Ó, oh, hogy ezért nem láttuk a Batman fényt, mert elnyomta... Ó... Oh. De... Ezt kinyitotta. Ennyi. Jó van. Hát ez nem volt túl komplikált, és akkor most gondolom... Elmennel kéne visszamenni, igen, mert nála vannak a quest itemek. Viszont... Úgy látom, a radar alapján talán a sárga lehet a hely, ahová vissza kell mennünk. Yes. Igen. Parkourozunk ezerrel. Ez a legjobb játék ever, legjobb parkour játék. Mirror's Edge elbújhat a francba. Beautiful. De, kék fák a Black Arms kék cuccaira emlékeztetek. Lehet, hogy ez a játék a Shadow the Hedgehog után játszódik. Azért sikítozik mindenki az utcákon, mert... PTSD-jük van Black Doom miatt. Skócia az Egyesült Királyság tagországa, de bizonyos skótok ennek nagyon nem örülnek. Évszázados ellentét van az angolok és a skótok között. Aha! Köszönjük Karmondiának, hogy sikerrel használta a Wikipédiát. Ami most már, ahogy haladunk előre az időben, egyáltalán nem szégyenteljes dolog, mert minél több ember használja és lektorálja a Wikipédiát, annál megbízhatóbb információforrás lesz. Mondjuk, ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy ez a tényállás nem fogja elfogadottabbá tenni a beadványok használatakor. Mert túl egyszerű alternatíva, és egy dolgozatnak, szakdolgozatnak, beadandónak az elkészítésekor szerintem azért azt is nem kevésbé veszik számításba, hogy mennyi kutatómunkát végeztél. Mert az, hogy bevírod Wikipédiába és jó információt, korrekt információt kapsz, az nagyon szép és jó, de olyan, mint videójátékban cheat kódot használni. Mondjuk ebben a videójátékban örök élet cheat kódot használni abszolút felesleges, és még az imázsodat, az önképedet is rombolja. Nem! Not ideal. És nem csináltam semmit, de attól még haladta. Ó, oh, Roxford! Remek, tökéletes! Harry Potter játékot is akarok streamelni, of course. Buckingham Palace? Nem. Kus! Még rá csak ordította. Most sikolcsál! Ugye jobban tetszik. Mondom, ez nekem egyfajta ilyen... Rediscovery journey. Mert az
első és egyetlen végigjátszásom óta nem játszottam ezzel a játékkal, és nem emlékeztem rá, hogy az ilyen kellemetesen néz is ki a hangul. A zenére emlékeztem csak. A zenére emlékeztem, hogy az nagyon jó, de ilyen csilla hangulata a játéknak a rengeteg szűnni nem akaró halálsikolytól függetlenül. Nagyon kellemetes. Szélsősogást hallok, vagy csak lengetik felém az elkapó cuccukat a rendőrök? Excuse me, I must make a phone call right now. Ja, és a Sean Connery akcentus, of course. A Sean Connery-nek egészen zseniális akcentusa volt. Nem tudom, hogy ez skót vagy ír akcentus, de a speciál tök jól tudom reprodukálni. Erről Fresh tudna sokat mesélni, őt már rengeteget inzultáltam és kínoztam ezzel az állakcentussal. Ha egyszer a Fortnite, az következő Fortnite gameplay videó montást sikerült összekint szenvednem, nem biztos, hogy abba fogom megtenni, mert túl sok gameplayről beszélünk, amit össze kell vágni, akkor egyszer ti is megtapasztaljátok, de lehet, hogy az elkövetkezendő 10 percen belül el fogom engedni az élet motivációmat, és hát úristen az az arc. És megáldalak titeket a Sean Connery akcentussal. Amit én Sean Connery akcentusnak nevezek, az akcentus, amit Indiana Jones és az utolsó keresztes lovakban használt. Nem tudom, hogy ez a színésznek a saját akcentusa, és a többi filmben is hallható-e, mert nem láttam szerintem kettőnél több Sean Connery filmet, egynél többször. De minek után paródiában is hallottam ezt az akcentust, nem egyszer valószínűleg a feltételezésnek van igazságtartalma. És nem tudom, mit kell csinálni. Ó, mi? Egy zsák szenet? This is something I can't handle alone, Marty. Help me right now. Nem, itt volt. Azt hiszem, itt volt. Ez a sok fajtlaltos hely összezavar engem. Na de, hol lépjünk be? Ja igen, mert Alex duplán tud ugrani, ezért ezt itt sikerült. Jaj, ne! Csak Alex fel tudjon jutni. Ó, hogy már itt vagy, Alex? Ó, bocs, nem szóltam. Epic Harry Potter gameplay. Így is szórakoztató bennek a gameplay-e, mint a hányadik volt a Főnix rendje. Főnix rendje játék nagyon kellemetes, amiért került bele magyar szinkron, de a játékmenete az... We don't talk about Harry Potter 6 játékmenet. Amúgy Phil Lamar a hangja, Samurai Jack a hangja Martinak a játékadaptációkban. Ezt valószínűleg a Madagascar streamek alatt is elmondtam, de hey, minél többet ismételgetem az információt, annál igazabb lesz. Of course. Gyerünk, menj tovább. Ja. Nem tudom, hogy hol vagyok, hogy jófelé megyek-e. Feltételezhet. Aha. És mi a franc az? Tényleg egy Jack Sinnért megyek oda? Ugrálom itt végig a Roxfortot? It's sad, bruv. Jeez, de in it. I chew your arms off, you dumb cunt. Hová lett? Nem bírom. A speciális awareness-em abszolút a negatívban van. Ó, a taposással nem reagálnak, az őket nem izgatja, csak a hang. De... But how? Látom, azt hiszem. Mert ha ez ledől, akkor az elég lesz. I guess. Igen, az egyik az messzebbre érve, mint a másik. Stop being retarded. It's time for action. Ta-da! Sztárok előre. Igen. De... Na várjunk csak, ez mi? Ez szándékos volt? Ezt így kellett volna csinálni? Tudjátok mit? Nem érdekel. Whatever. Részletkérdés.
Harry Potter 5 annyira jó folyót legalább nincsenek ki, közvetlen kötelező cirkuszi játékok is lehet varázsolni. Elvétve még ezt is eszközölni lehet. Csak nem, az nem abban volt, az a 6-ban volt, ahol összevissza... Nem! Az 5-ben volt, ahol össze-vissza kellett rángatni mindenféle előre megtanult módon az egeret, vagy a kontroller analogot és a varázspászat. Nem, mindenki tudja, hogy a 6. játéknak az epikai bájtal kevergető játékmenete a legjobb az egész szériában, of course. És... Van az a sejtésem, hogy a játékfejlesztők nem teljesen gondolták végig a pályageometria kinézetét, tehát egy kicsikét elragadtatom magam, ahogy azt szeretem csinálni. Igen, pontosan erről beszéltem. Nem fog kelleni nekem Márti ehhez. Bocs Márti! You have been cacked! És ennyi volt. Komolyan mondom, ha egy órán belül befejezzük a játék maradékát, akkor az egy... Az egy... Oly! What the... Ez egy bollocks moment lesz. Jó? Ez egy bollocks moment lesz. Úgy gondolom. És csak azért is kihagyjuk a cutscene-t. Van az a rettenetes sejtésem, hogy nem fogjuk elérni az egy órás markot a játékkal. Az ott a Big... Nem, az ott a... Azt hiszem, hogy látni fogjuk a Big Bent az utolsó küldetéseknél. El tudjátok képzelni... El tudtok képzelni UK játékmenetet Epic Big Ben mászás nélkül? Megcsináljuk az angliai King Kongot. Of course. Igen, London is our last stop in Europe. Nem. Ne emlékeztes rá, hogy a stream véget ér 40 perc múlva. Nem fog véget érni, amigos. Kitalálok valamit, ne aggódjatok. Nem hagyhatom azt, hogy ennek a csatornának a történetében stream 3 óránál kevesebb ideig tartson. Ez megengedhetetlen. Unacceptable. Fucking unacceptable. I don't have a license for short streams. Ettetek már fish and chips? Mert én igen, és ez egy ilyen pakancslista jellegű dolog volt az életemben. Nem olyan régen ettem életemben először fish and chipset, és meglepően jó volt. Mármint, hogy nem számítottam szar élményre, de kellemetes volt. Úgy éreztem, hogy határozottan megérte várni rá. It was a big moment in my life. Na várjunk csak, már megint teát kell gyűjteni? Úgy látszik, hogy a játékkészítőknek ugyanannyi fogalmuk volt a brit kultúráról, mint nekem. Fish and chips, with tea and the milk, of course. Quite right, sir. Ready to be served right away. And now, we shall take the double-decker bus, go and visit Buckingham Palace. God save the Queen. Well, not anymore, I guess. Nem baj, van helyette King. A lényeg, hogy legyen valami uralkodói, titulusú lény a trónuson. Hagyományőrzés véget. Royal Family. Neomoly összejáték. I dare you not to összeomlani. Oh my god. Nem! So down my feet hurt. El se kezdtem mozogni, te szerencsétlen. De itt van még egy teljesen másik pályaszegmens is, és jó. Lila festék, ha jól láttam. Lila festéket kell gyűjteni. Hány? Mekkora ez a pálya? Gondolom minden egyetlen helyen van, és ide igazából lehet, hogy feleslegesen is jöttem. Itt is van teáskanna? I don't like this. Not us. Take my neighbor, not me. Please, I beg you. I'm very uncomfortable. I am quite disturbed. Please, don't take my soul, Damon Giraffe.
I shall run into the subway. Into the underground. Itt komolyan nincsen semmi? Én csak vicceltem, amikor átjöttem. Ó, oké, nem de... Szerintem az meg az a Femur Breaker Scream, bazd meg! De csak egy zsiráf vagyok! De, izé... Az Antikrisztus? Remélem. Ha igen, akkor nagyon jól álcázom magam. Not gonna lie. De tényleg nincs itt semmi. Tehát, hogy... Nem gondoltak arra a játékfejlesztők, hogy esetleg ne adj Isten el kéne barikádozni a másik oldalt addig, amíg... Igen. Minden cuccom radaron itt van. Ezek a marhák nem gondoltak arra, hogy elbarikádozzák a másik térfelet addig, amíg relevánsá nem válik a sztoriban. Nem oda mész, mész körbe-körbe, mint egy fasz. Like a balek. Nem balek, hanem bullock. I'm gonna go and leave right away. Oh, Copper, get him right away. Still nothing. Mondjuk vicces, hogy a francia... Nem verik agyan a francia rendőröket a angol... Büzé... Honpolgárok, azt akartam mondani, tehát, hogy tudtam, a franciák és az angolok sem szeretik egymást, bár nem tudom, hogy ez az ellentét még most is releváns-e. Tudom, hogy van valami történelmi referenciája, hogy az angolok és a franciák nem szeretik egymást. Hogy miért nem, azt nem tudom, de itt... Ezen a bolygón az emberek nagyon szeretik mondva csinált okokból utálni egymást. Na, maradjunk annyiban. Mindenki ilyen kurvára unatkozik. Ezek, ha csak leülnénk egy asztalhoz és ednénk együtt egy fish and chipset, minden rendben lenne. Mondjuk a testi kontaktus mellőzni kell ebben a post-covid világban. Jó, és akkor most már csak a Batman fényt kell megtalálnunk és minden rendben lesz. Everything will be alright. Miért visogunk egyfolytában Mort? Hány secret place mellett megyek el? Egy fordulóban. Yellow man with brown spots, bazd meg. Kifogom. De én vagyok a legkedvesebb sárga ember barna foltokkal a testemen. Nem tudom, miért kell Femur screamelni mindig? Lehet, hogy Morttól félnek, az általa kiadott hangoktól. I'm gonna go right away! Batman fény! Vera! Várjunk csak! Találtam volna valamit egy pillanatra. Egyáltalán hol tudok? Audio-vizuális... répignek vagyok kitéve! Mort, kuss! A rendőrök fején ugrálok, és még úgysem vesznek észre. Hitler fején ugrálok, British Edition. Nem tudom, ez nem ugrabugrás. Sajnálom. I don't know, he disappeared into thin air. Oh my god, British lore. Még a kocsi sem tud elütni, mi ez a játék? Megáll az egész előre leprogramozott forgalom, ha hozzád ér egy kocsi. Nem, ebben a játékban mindenki csak sétálni tud, különleges helyeken tudnak speciális mozdulatokat csinálni valóban. A 100 éves háború miatt történt. Vaskezű Fülöp halála után a lányára szállt volna a trón, de az emberek nem akartak nőt a francia trónra, meg a férje volt az angol herceg és rajta keresztül az övé lett. Volna francia ország és ezt nem akarták az angolok, ezért Fülöp unoka öccse magához vette a trónt, az angol herceg pedig háborút indított a felesége trónjáért. Ez a háború több mint 100 évig tartott. Annyira örülök, hogy Wikipédia létezik. De, lehet, hogy Karmondia ezt kútfölből mondja. Lehet, hogy most tanult a történelem órán. Lehet, hogy történelem szakos tanár Karmondia. Ki tudja? The plot thickens. Shut up, Mort! Fel akarok menni to the roof. Because that's where my destiny lies. Ez... Valószínűleg ez sem szándékos volt a játékfejlesztők részéről. És ez itt micsoda szexklub amúgy vagy? Ne úgy összeomolj a játék, nagyon elkezdtél szaggatni, nem? No! Stop screaming!
Az a helyzet, hogy szerintem... Nem! Nem, onnan fel, hogy fel tudnék ugrani. Szóval feladom a harcot és a reményt. Csak egyáltalán nem biztos, hogy nem az időben pocsékolom. No! I refuse! El az utamból. Ki kell találnom, hogy jutok fel a tetőre. Oh, megvan a Batman fény! Végre! De lehet, hogy gomba programozva a Batman fény, hogy eleget szarakolok egy helyben. Csak akkor aktivizálódik, mintha a játék próbálna megsajnálni, hogy jól van, te baromarcú, itt van az objektív, nem kell még 10 hús legyen mord! Ten hour, oh, ups, ups, idézi, nem tudom, hogy ti látjátok-e, de ott egy kicsit elcsúszott a pályageometria. Épp csak egy picurkát, ott a bal szélén a nézének, a kamerának. De szerintem ez amúgy csak 2K-ban látszódik, ha valaki ezt 720p-ben játszotta eredeti formájában ezt a játékot, annak valószínűleg ez nem tűnt fel. Hát tanácstalan vagyok. Hogy most működik, bocsánat! Én kérek elnézni, bazd meg! Na, jó tudni, hogy ezekre rá lehet állni. Oké, okay, I accept. Kár, hogy azok a lépcsők nem megmászhatóak. Nem. Arra emlékszem, hogy a buszokra rá lehet mászni. A hátukon kell majd, tetejükön kell majd, lehet, hogy megtaláltam az utat. Tetejükön kell majd platformerezni. De hol? At which point? Hát szerintem Mártit az ide hozná föl. Szóval nem vagyok előrébb ezzel sem. És... mi ez a sárga? Jó, oké, értem, oda kell. Lehetséges az, hogy ahhoz, hogy föl tudjak menni, át kell menni a gyakorlatilag nem használt részébe a pályának, és onnan tudok csak átmenni. Lehetséges lenne? Lehetséges, abszolút, bármi lehetséges. Ez a Madagaszkár 3, itt bármi megtörténhet. Mert itt nincsen át... de, van. Hát bassza meg. Ez zseniális. Márti? I see you're quite fine. Most már tényleg figyelnem kell arra, hogy hol találok gameplay interakciós lehetőségeket. De ha ide fel is tudok ugrani, és már pedig fel tudok ugrani, mert mint azt megtanultuk, fel tudok... igen. Ezzel nem veszek elő, sőt, szerintem... of course! Naturally! Absolutely! I am fine with this. Mondjuk az... I am at a loss of words. Oké. Most már... jaj, hát itt vagy. Legalább egyel kevesebb helyen fogsz visítani nekem. Köszönöm. Jó, hát emberek, előbb-utóbb csak megtaláljuk a továbbvezető utat. Lehet, hogy mégsem kell majd aggódnom a tartalékjáték miatt a stream végére. Lehet, hogy elleszünk ezen az egy pályán 4 órát. Amazing Ingerland ASMR experience with Spyro guy. Nem, fogalmam sincs, hogy kell fölmenni. Nem értem, de nem baj. Biztos, hogy itt van a fölmeneteli hely. Egy ilyen óriási fal van a két pályaszegmens között, és nem látok helyet arra, hogy ahol át lehetne menni az egyik hely és a másik hely között. De nem baj. Ki fogom találni? Egyszer. Igen, látom, hogy ott megy izé. Lehetség... nem. Nem hiszem, hogy azt a helyet, amit megtaláltunk, bassza meg. Nem mondod. Indeed. Na jó van. Jobb később, mint soha. Oké. Nem kéne össze-vissza rohangászod, amikor éppen próbálom megtalálni az utat kettőnk között. A győzelemhez vezető útra próbálok elvezetni téged. Oh, yes, more epic platforming gameplay. De legalább végre haladunk valahová. Please.
indeed, of course. There's something wrong with that Dubois lady. Wrong? That lady's elevator doesn't just not go to the top. Jó, mindenhová csak... Nem, nem tud, nem, nem, nem. De. Ez... Micsoda? Ezt nem értem, ezzel mit tud csinálni? Jaj, gondolom ledönti. Ha tippel nem kéne, azt mondanám, hogy ledönti. Ó, micsoda epic kooperatív játékmenet. I am quite flabbergasted. Now it makes sense. Ez az. Mennyi előre haladást produkáltunk. Minimális időintervallum alatt. Most arra vagyok kíváncsi, hogy elég van? Hát megkockáztatom azt, hogy esetleg leesek. Megéri ez nekem? Egyáltalán... Na várj, álljunk csak meg, egyáltalán... Jó helyen vagyok egyáltalán? Na várjunk csak, oké, itt van... Itt van Márti logója, világos. Ja, nem úszom meg. Nem baj, nem baj, legalább végre van platforming gameplay. És jó a zene? It is almost like Spagonia, only shittier. Sonic Adventure 3, The Great Britain Adventure. Great Britain. You can fire my cannon any day, man. És ez azért jó, mert... Csináltam egy hidat, ugye? Aha! Nézzétek! Csináltam egy hidat! És mennyi idő kellett hozzá? 10 másodperc! Legfeljebb 11. De hol van az a híd, amit csináltam? És legfeljebb 11 másodperc kellett hozzá. Aha! Arról is vannak játékok, amiket tudnék streamelni, szóval nem, nem. Attól tartok, ameddig nem streamelek le majdnem minden, vagy tényleg minden játékot, melyet legalább egyszer le akartam streamelni, addig nem fogunk eljutni addig, hogy újra streameljünk régebbieket, kivéve ha a Twitch-es terveimről van szó, de erről majd... Ó, és itt van az, amire emlékeztem. De erről majd egyszer később fogunk beszélni. Jó. És ez... Ó! Egyre jobb! Erre nem emlékeztem, hogy meg lehet állítani, azt hittem, hogy a mozgójárművökön kell átugrálni. Na, ezt tetszik, ezt adom, ez... That's nice! És... Ó! Na várjunk csak, tehát akkor nem idő... Nem időkorlátos. De időkorlátos? I don't know. Most! Aha! Zseniális. Ez tetszett. Kár, hogy a játékban nincs... Általában kisebbségben vannak ezek a momentumok. Nagyon nem bánnám, ha nem kéne... ezeket a collectathon baromságokat csinálni, és a játék jobban fókuszált volna erre a részére a játéknak. Ennek egy kicsit jobban örültem volna, épp csak egy picurkával. Melmen a Madagaszkár 1-ben. Fejjel, repül a lábaival. Melmen a Madagaszkár 2-ben ugyanúgy repül, köveken gurul fénysebességgel orvos és táncol egy vulkánban. Madagaszkár 3-ban allergia. És ne felejtsd el, stomp. De nagybetűvel, spacekkel elválasztva. Stomp. Ennyi, semmi más. Alkalmi kötéltánc. Semmi szükség rám elmen, a mindenféle világvárosok honpolgárai már bőven és talán túlságosan jól is betöltötték ezt a pozíciót feladatkört helyetted. Egyáltalán nincs szükség a girlish screamjeidre. Majd én fogok girlish screamelni, hogyha most összeomlik a játék mielőtt odaérnék a célegyeneshez. Don't do it, game! Ez nem szuggeszió volt, csak vicc! It was a joke! It was joking! Stop! Ez az! Saved! Alex! What now?
na, végre valami abszolút megkerülhetetlenül brief. Are you sure about that? Na és most? Hála az égnek, nem teát kell gyűjteni most már. Jó, de Batman fény? Batman fény? Remélem, úgy sincs olyan szerencsém. De lehet, hogy igen. Arra gondolok, hogy a Big Ben, az angol parlament tetején van az objektív, és szerintem igen, mert az a sárga szerintem az. Há. Na jól van, ki kéne találni, hogy jussunk fel a tetőre. Végre. Nem kell szarokat gyűjteni. That's my jam. Igen, látom, igen, ott volt a Batman fénya. Az angol száz parlament tetején. Din 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 din. No, no. Is that an EFAP reference? Hát, egyelőre nem vagyunk közelebb a megoldáshoz, de ó, de, amint kimondtam egyből, szuper közel kerültünk a megoldáshoz, csak sikerült elsétálnom mellette, ahogy az lenni szokott. Legalábbis azt hiszem, úgy tűnik, hogy ez akar lenni a megoldás. Are you serious? Ne! Kérlek, mondd, hogy nem ez a megoldás, ez annyira kurva gáz lenne. És Glóriát hogy fogom ide felhozni? Ha? Ott egy gomb, ami csinál... Ja! Jó, de tényleg arra a jelöletlen lámpára kellett volna ráugrani? Ne szórakozz vele, hát játék! No, get away from me, animal! No! Vaj ne, Gloria! Creature, meg egy creature, kikérem magamnak. Tényleg, Glóriát hogy viszem fel oda? Minek ment oda? I'm not here. Ki fogom találni. I will find it out. Na és akkor... Nem kérek több hőmérőt a seggembe, köszönöm. I'm not here. Oh! Wow! Te onnan jöttél ide? Nem is láttalak. Talán nem arra néztem, de... Glóriának lehet át kell menni a túloldalára az épületnek, aha. Láttam ott egy alagút féleséget. Aha, no. Vagy oh, yes? Hm? Jaj, nem, Alex, levágtuk Alex-el. Bassza meg. Jó, de oké, de hogyha... Várjunk csak. Azt látom, hogy Alexnek hol kéne mennie. Oké, most már világos, tehát Alex itt végigmegy. Történik valami. Láttam egy lift gombféleséget. Nem baj, egy kis kardió sosem árt. Igen, az előzőleg már néztem ezeket a lépcsőket, és akkor azt hittem. És hogy nem hittem, hanem tényleg úgy volt, hogy ezek csak pályadekorációk. Aztán, what? Oda akarok land. De ott van alattam a párká. Játék! Ne szórakozz már vele, ott a gomb! Are you fucking kidding me? És akkor hová menjek? Mit csináljak? Itt van a Gloria Luffy. Mi azt jelenti? Nem mond nekem, hogy ez a 10 cm-hez hozni, hívni kell egy izét. Egy autószállítót. Nem igaz. Jó, Alex, gyere vissza! Azért ott van valami gomb. Egy meg kell nyomni, és akkor majd történik valami. Lehet, hogy nincs is erre szükség. Lehet, hogy levágtam az egész pályát azzal, hogy Alexet felhoztam ide. Nem, mert ott szerintem Glóriának kell az együttműködése, nem ússzuk meg, nem. Attól tartok, hogy nem. Aha, te. Megnyomunk valami gombot. Valami történni fog ott majd. Kitaláljuk, emberek. We're going to figure it... Ja. Jó, meg... Legalább most már végre történik valami. Better than nothing. Mi is kardiózunk egyet. Úgy legyen. Hátulról megközelítjük. No. Ajaj.
vízjáték, don't die on me just yet. Miről beszélsz, van a fogalmad, milyen... Én meg azt hittem, valami platform elkezd majd ugrálgatni. Túl gondoltam, mint mindig. Of course. Van fogalmad róla, mennyi mocsok van a világvárosokban, amiénkkel együtt? Amióta nem élek a belvárosban, azóta sikerült rá eszmélnem, rá sokkolódnom, hogy ekkora mocsokban éltem 24 éven át. És nem a saját lakásomról beszélek, hanem a városról általánosságban. Akárhányszor visszamegyek ügyet intézni a városba, rácsodálkozok, hogy Igen, így csodálkozom rá, hogy Nem, arra gondoltam, hogy persze még időkorlátos is nyilván, egyesével kell csinálni, of course. Nincs elég időhúzás ebben a játékban. Visszatérve, arra csodálkozom rá, hogy milyen mocskos a város. De az ember nem veszi észre, hanem ameddig benne él, csak miután kiköltözött belőle. Na szóval, időkorlátos ez a szar? Vagy csak egyszer egyet lehet átkapcsolni? És itt is ez fog itt át tudok? Nem még. Aha. Hála az égnek. Ebből a szempontból jó ez a nagyon-nagyon limitált halálzóna, hogy legalább nem kell újra visszamászni, de hogyha leesek, ez még szarabb lenne. És nem enged váltani, amikor a végén a szélén egyensúlyozok. A végén még kiderül, hogy ez a játék kiforrottabb, mint amit számítottam. Komolyan, ezekkel a mechanikákkal már lehetne valamilyen szintű platformer gameplayt kukolni köré? Akár azt is, még az is érdekesebb lenne ennél. Legalább a zene jó. És akkor most Alex-el mi lesz? Megyek továbbra is a izével? Visszaglitchelem magam a tetőnek arra a részére. Én de feljutottam Alexként, csak nem tudom, hogy legális volt-e az a módszer, amivel feljutottam. Ez a problémám. Csupán ennyi, semmi más. És most hová? Látom ám. I may be blind, but I'm not that blind. Aha, jó. Alex ráér majd még. Később. Alex van itt végig. Platformerkedünk vele, úgy látom, nincs olyan... Igen, persze, nagyon szép hely tényleg, csak nem a halál torkán egyensúlyozva kéne ezeket a megállapításokat megtenni. Oh boy, I love időhúzás, so much, hogy direkt keresztbe megyünk az utca felett. Mondjuk ez tényleg egy tök jól néz ki. Kellemetes neighborhood. Kis balkonokkal. Nem baj. Nincs vesztennivalónk a szószoros értelmében. Elnézve a minimapot a jobb felső sarokban, szerintetek tényleg úgy néz ki a pálya külső része, hogy van egy ilyen végtelen föld textúra, ami ugyanazt a textúrát használja a pályán kívül? Az vicces lenne. Kíváncsi lennék rá, hogy mennyire reprezentatív a minimap a valódi actual pálya textúrát illetően. Pálya kinézetet, a map kinézetet illetően. Hogy tényleg vannak-e tényleg ugyanazok, egy-egyben ugyanazok a részek vannak-e rajta a minimapon, mint a pálya geometriában. És idáig kell majd... Aha. Miért? Még át tudsz menni. Shut up! Egyenjogúság van. Segíts magadot! igen, és akkor ide kell jönnie Alexnek is. Jó, hát akkor... Let's do this! Bezzeg téged, nem öl meg a játék, hogyha leesel. Nem baj, mert úgyis ide kell jönnöm. Oké, ez nem fog annyi ideig tartani, mert legalább nem kell kötéltáncolva egyensúlyoznunk, ők minyelősen lassan. Oh my god! Nem, ami azt illeti, nem. Nincs szükségem a helpedre, Gloria. A legkevésbé sem ugrani és sétálni, mozogni és lélegezni, azt hiszem még tudok. Nem. Bármit is akar a játék tőlem. I refuse
és megyek tovább. Ja, hogy itt kellett volna lennie Glóriának, erre próbálsz asszociálni játék? Gloria, nem. Help me out here. Oh, Glória, jaj! Hey! És erre rá tudok... direkt, nagyon... Nagyon vicces játék. But you have forgotten? Nem! Glória, nem! Glória, yes! Glória, no! Glória, no! Glória, yes! Glória, visíts már Glória után, bazd meg! Lélegezni sem tudsz Glória nélkül, vagy mi van? És akkor ezt úgy látom fordítva kell csinálni, mert az Glóriát írja ki, igen. Ó, egy másik dolog! Nem tudom, hogy vagytok vele, ki használ még Xbox 360-as social felületeket, ki az, aki még aktívan játszik az Xbox 360-ján. De ha gondoljátok, először egy kis kontextust hozzá. Amikor a Madagascar 2 eredetileg, meg a 3 is elérhető volt Xbox Live-on, Games on Demand-ben meg lehetett digitálisan venni a digitális verzióját és letölteni HDD-re, nem kellett feltétlenül a lemezes verziót megvenni, akkor elvileg, és ezt nem tudom első kézből megerősíteni, mert én ezt már nem láttam ebben a formájában, túl régen volt, 2008-ban szerintem még nem is volt Xbox Live-unk, tehát nem csatlakoztunk rá a tölt Xbox-ra a netre, ezért én ezt nem láttam a saját szememmel, de a Madagascar 2-es product page, hogy mondják ezt magyarul, a megvásárlási oldal a játéknak az online oldalán, az bónuszok között elvileg volt egy talán ingyenes, de nem tudom, mert sosem láttam a saját szememmel, és nincsen ledokumentálva az interneten, semmilyen formában sajnos. Mondjuk még Wayback Machine-en meg tudnám nézni talán a store oldalát a Madagascar 2-nek, ha esetleg elmentette a Wayback Machine 2008 körülről. Arra próbálok kiukadni, hogy elvileg volt valamilyen formában egy Gamer Picture Pack a Madagascar 2-höz, amin a Madagascar karakterei szerepelnek. Tehát ha gondoljátok, és még valaki használja úgy az Xbox 360-át napi szinten, hogy a profilját valamilyen formában még kívánja customizálni, és madagaszkáros kontentre vágytok, akkor nagy örömömre szolgál revealelni nektek, hogy sikerült évekkel ezelőtt, és ez most csak azért jutott eszembe, mert éppen Madagaszkárral játszom, sikerült a Horizonon keresztül lementenem a Microsoft szervereiről ezt az azóta delistázott Gamer Picture Packot, amit talán ingyen adtak a Madagaszkár 2 játékhoz a játéknak a termék oldalán, a digitális sztorban. Lehet, hogy fizetni kellett érte, de igazából ezen a ponton most már mindegy, hogy fizetni kellett érte, mert nem tudom, tudjátok-e, de a 360-as sztor idén júliusban le fog kapcsolni, tehát ha akarjátok sem, és ráadásul legalább 10 éve dirisztelve van, a delistázva van a Gamer Pack az oldaláról, az eredeti helyéről, ha egyáltalán ott volt elérhető, valószínűleg igen, mert a szerverekről mentettem le a Gamer Packot, ha gondoljátok, adok nektek linket, és megosztom veletek a feltöltésemet, ahová elarchiváltam ezt a Madagascar 2-es Gamer Picture Packot, mert gyakorlatilag, hogyha egy talán még formázni sem kell az USB-teket hozzá, de ha egy USB-re ráteszitek azt a kicsomagolt mappát, és most a content mappáról beszélek a gyökérkönyvtárban, ezt a kicsomagolt mappát ráteszitek az USB-tekre, és az Xbox 360 system beállításai között található file böngésző opcióban átmásoljátok, vagy áthelyezitek az Xbox 360 belső tárhelyére, akkor attól kezdve azt a Gamer Picture Packot, nem customizált, hanem tényleg hivatalos, tudjátok használni a profilotokon olyan formában, gold sem kell hozzá, hogy beállítsátok, hogy azt mások is látják. És engem már erről kérdezgettek korábban, volt időszak az életemben, amikor ez a Gamer Picture Pack be volt állítva a profilomon, Melmenes meg Alexes Gamer Picture-rel csapattam online annó a hősidőkben még a 360-as Uno játékot, amit az Arcade kiadásához az egyik első 360 modellnek adtak ajándékba. Na és akkor látszódott ebben a játékmódban a játékosok Gamer Picture-je, és látták, hogy madagaszkáros Gamer Picture-en van. Ők is! Szóval, még egyszer, most már nagyon bele gabolyodok ebbe a gondolatmenetbe. Van nálam egy Gamer Picture Pack 2008-ból, amit a Madagascar 2-höz csináltak promócióból, és ezt abból tudom, hogy hivatalos, hogyha telepítem, átmásolom az Xbox 360-ra, akkor ha jól emlékszem, ezt konkrét, hivatalos contentnek veszi,
és a profil customizációs oldalon ezeket a gamer picture-öket mint elérhető tartalomként érzékeli, és be lehet őket állítani publikus vagy privát Xbox 360 profilhoz. Ja, és a másik dolog, mielőtt elfelejtem, a másik dolog, ami bizonyítja azt, hogy ezek hivatalos tartalmak voltak, az az, hogy amikor először megvettem és üzembe helyeztem az Xbox One S-emet, azt hiszem még akkor is a madagaszkáros profilképeket használtam, és a publikus profilomat, amit letöltött magára a felhő goldos Xbox 360-as mentésekkel az Xbox Live, az Xbox One S-re, ez az internetről, Xbox Live-ról letöltött profil verzióm is az általam hozzáadott Madagaszkár 2-es gamer picture-öket használta. Szóval Xboxos emberek, ha még ott vagytok kint, és játszotok Xbox 360-as játékokkal, és azt akarjátok, hogy Xbox One-on, vagy Sirius S-en, X-en játszva, 360 játékokat játszva is Madagaszkár 2-es profilképetek legyen, ha ezt akarjátok, hogy így legyen, akkor mindenképpen egy Xbox 360-ról kell üzembe helyezni a profilotokat, és azt úgy kell feltölteni hanem beszinkronizálni a felhővel, hogy az Xbox 360-as legyen az utolsó belépésetek, a beállításaitok privát, publikus beállításonnál is azok a képek legyenek, melyeket viselni szeretnétek, bár a privátnak szerintem ebben a tekintetben sok értelme nincsen, mert a privát azt jelenti privát gamer picture Xbox 360-on, hogy ti azt a képet látjátok, de más meg egy másik képet lát, amit ti beállítottatok, de azt a képet ti meg nem látjátok, szóval nem tudom, hogy mi értelme van ebben a tekintetben két különböző egymástól független profilképpel operálni, de jó, hogy gondoltak a lehetőségre. Lehet, hogy valaki mindenképpen erre gerjed, hogy mások előtt egy másik profilképet mutat, de magának egy másikat. Mindegy. Szóval arra próbálok kiukadni, hogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor a stream végén szívesen megosztom veletek ezt a linket. Annyit kell tennetek, hogy ezt a zipet kicsomagoljátok, van benne egy content mappa, amit bele kell tennetek az USB-nek a gyökérkönyvtárába, tehát abba a részébe, amit a megnyitás, akkor az USB-nek látjátok az első verzióját, ami látjátok a fájlböngészőben az USB-t, megnyitjátok, és ott vannak a könyvtárak. Oda kell másolni a content mappát, hogy az alapkönyvtárak között legyen. Elvileg még formázni sem kell. Beledugjátok az Xbox 360-ba a pendrive-ot, tök mindegy milyen pendrive-ot, régit is bevesz, hiszen a 360 is már egy régi konzol. Átmásoljátok a belső tárhelyre, beállítjátok magatoknak, szinkronizáljátok, de szerintem azt automatikusan szinkronizálja az online részét, a profil elmentést automatikusan szinkronizálta már a 360 is, ha felcsatlakoztok vele az internetre nyilván. Utána átmentek One-ra, leellenőrzitek, és ha mindent jól csináltatok, akkor a One-on is azt a 360-as profilképet kell látnotok, amit beállítottatok annó 360-on. Mert ezt valamilyen formában valon is lehet változtatni, de a One-on keresztül már nem elérhetőek a 360 system opciók, tehát ha változtatni akarjátok a 360-as profilképeiteket, bár igaz, szent igaz, hogy ezt nem próbáltam, szerintem ez nem lehetséges, valószínűleg az emulált 360 környezet ezt nem teszi lehetővé. Igen, viszont próbáltam gamer picture-t változtatni One-on keresztül emulált 360 felületen, és csak az alapértelmezett, az eredeti alapértelmezett gamer picture-öket engedte átalakítani. Szóval, arra próbálok kiukadni, hogyha gamer picture-t akartok változtatni bármilyen szignifikáns formában, akkor az eredeti 360-on keresztül tudjátok csak megtenni. De hát nekem ez nem probléma, mert mindig itt van az eredeti 360-om, mert a közeljövőben muszáj lesz üzembe helyeznem, mert van egy-két dolog, amit le akarok rá menteni, mielőtt még végleg bezár a 360-nak az online store felülete júliusban. Yes! Of course! Most csak most veszem észre, hogy Gloria szemei úgy mozognak, mintha be lenne állva. Mondom, el leszünk ebben a streamben. Van mit mondanom. Absolutely. Szóval kérlek, ha valakit ez a dolog érdekel, jelezzétek, akár komment formában, videó komment formában, vagy még a live chaten is belinkelve, eljuttatom nektek ezt a linket. Oh, fuck. Eljuttatom nektek ezt a linket, és az imént haphazardly megfogalmazott, na várjunk csak, ja bocsánat, annyira lemaradtam, hogy már nem is figyelem, hogy merre jöttem. Eljuttatom nektek ezt a linket,
és ha ott is látok egy pályaépítési hibát, egy-két félrecsúszott poligonnal, ti is részesei lehettek ennek a hihetetlen élménynek, hogy milyen érzés az Xbox Live online terében Madagaszkár Gamer Picture-t birtokolva létezni. Izék vannak, a maincast, talán még Motomoto is, nem vagyok biztos benne. Don't quote me on that. Alex, Marty, Melman, Gloria, Julian király, Mort és Pingvinekben vagyok biztos, hogy azokat megcsinálták Gamer Picture-ként. Motomoto nem rémlik most, és mivel supporting karakter volt, nem lepődnék meg, ha okkal nem rémlene, de az a helyzet, hogy ez nagyon régen volt, ezért nem emlékszem. Lehet, hogy van Motomoto is, de nem hiszem. És akkor most itt is körbe kell menni, jól értelmezem, játék? Szerencsére nem. Jó. Uh-huh. Ja, hogy itt vagyok. Nem. You can use my help, Gloria. És nem. I'm afraid. I might have to do it again. Azt hiszem, nem emlékszem, hogy itt jöttem-e föl, de nem lehetetlen, hogy igen. Annyira... Gloria, we have to work together on this. És akkor, ha odamászok... Ja, értem. Tehát, hogy nem... Ja, milyen vicces lenne, hogyha most engedne átváltani Alexbe, és látnám Alex szemszögéből, ahogy Gloria lassan felborul és leesik a kötélről. Nem értem. De pontosan ezt fogom tenni, amint kitalálom, hogy hogy jussak át oda. Mert... Of course! Platforming... Amikor végre platformingelni lehetne a játékban, akkor nem esik le, hogy mit kell csinálni. Gloria! Miért fisítasz Gloria után? Stop! Ez belmennek a dolga. Na, visszamegy az elejébe, imádom. Best. Absolutely amazing. We are almost there. We have almost achieved victory. Nem enged lejönni. Tudod mit? Akkor lejövök így. To force my hand. És most? Oda. Igen. Mindig is tudtam, of course. But of course I knew it all along. Már csak egy Doctor Who crossover hiányzik ennek a játéknak. De hé, lehet, hogy van benne. Lehet, hogy van benne Doctor Who easter egg, csak én nem tudok róla. Nem lepődnék meg rajta. Need... Jaj, ne! Ne mondd nekem, hogy posztert is kell ragaszgatni, és ott mentem el mellette. Kérlek, ugorj oda. Don't make me do it. Elég már a Gloria simpingből. Ott egy másik, ez az. De hogyha felszedtem a fát, és azt mondod... I am okay. I am fine. I am very well. Quite well, actually. The crack, Gromit! We've forgotten the crack! Annyira sejtettem, hogy ez lesz a vége. Nincs menekvés Angliából! Hogy is volt az a mém, hogy... Send him to... Spain? I am living in Spain, but without the... But the S is silent. De volt valami más, hogy... Send him to Detroit. És akkor az ember így... Detroit! No! Öljél meg, ha gondolod. Akkor sem fogok neked beszélni. Jó van. Legyen igazad. Üldjétek el Detroitba! Ne Detroitba! Hová csak oda, ne! Inkább a halál! Haha! Azt hitted, megúszod a random cucc gyűjtögetést. Igen. Merészeltem remélni. De hát elfelejtettem, igen, elfelejtettem, hogy az előző streamben is kínlódtam már ezzel, hogy örülök, hogy csak egy objektívet kell megcsinálni, és utána
meg itt izé shadow droppolja rám a játéka. Végtelen agonit. Ez az, rakcsak ki a plakátja. At! Rakosgassad csak ki a plakátjaidat, tessék! Na és most! Most már, és másik dolog, hogy mennyire jól meg volt oldva a Madagaszkár egyben és a kettőben is a karakter movement, tehát az a, eszembe jutott ez a majdnem spindes, amit Gloria csinált, ez a gurulós támadás féleség. Legalább, lehet, hogy csak a kettőben volt benne, de zseniális volt. Tehát, hogy annak ellenére, hogy mennyire kevés volt az a játék, olyan jól megcsinálták benne a gameplayt, hogy egy sokkal nagyobb játékot is csinálhattak volna belőle, ha akarnak. Változatosabb platformer kihívásokkal. Egy zseniális központi magot csináltak annak a játéknak, amiből egy háromszor akkora platformer jön, mint így csinálhattak volna. Nevetségesen sok munkát öltek abba a játékba. Azokba a játékokba. Igen, ez valami bűzbomba volt, hogy valami nevetségesen antiklimaktikus dolog. Emlékszem, kipróbáltam ezt itt előző streamben. Nem azért futok, mert élvezem, hanem azért, mert így hamarabb a végére jutok. I'll have you know, francia rendőrnő. Is this what Brexit feels like? Na, ácsi, csak semmi személyeskedés, oké? Nem gerjedek az etető pornóra, oké? Inkább senki sem fog staffolni. Never fear. Sonic's the name, speed is your game. It's Mango Madness! Of course, hová lennénk Mango Madness nélkül? Ez Madagascar 1, a Skyrim volt az aligátorral és a mellék küldetéseivel. Yes! And then he took an arrow to the knee. That's what I call some... Az a roll zseniális volt, meg a izé a piros paprikás power-up. Segítség, megőrülök! Mondta, miközben felszántotta New York összes utcáját és a benne lakozó rendőröket. Tudod, mit játék? Nem. Tudjátok, mit fogok csinálni? Time Attack-et fogok játszani. Csak a izét, az Time Extended-et veszem fel. Semmi mást. Csak azt. Marty, I could get used to this whole traveling Europe thing. Me too. London is off the hook. De amúgy gondolom, hogy valamit kell gyűjteni, mert igen, ott... Nem. No more plakát ragasztás, nem játék, amúgy ez... Ez a boss... Ez csak úgy... Oké. Nem, csak sétálok egy jót, enjoying the scenery, und the lágy vízcsobogás. Van itt egyáltalán hátul valami time extend, vagy... Most a Westernbe rohanok, mint Luke. Hát, Westernbe rohanok, nem baj. Beugrok a folyóba. De én igen, én szeretek úszni. Do it! I said do it! Do it again, but this is my splash. My kind of splash. Ah. Én inkább zene. Hát, hogy... Oh! Nem! I'm going to enjoy the scenery. Na, ez is egy nagyon jó zene. De ezt az én inkább verziót nél csak itt lehet hallani. Ez a játék... Nem! A játékfejlesztőknek ez volt az élénk verzió. Ez az élénk játékmenet. Tehát, hogy elképzelem, hogy a fejlesztők éppen szívrohamot készülnek kapni az audio-vizuális inputok sokasságát, hogy jaj, nem bírom ezt a gameplayt, ez már túl veszélyes, túl gyors, túl inger gazdag. És elkezd habzani a szájuk, ahogy így remekbe összeomlom a monitor előtt, hogy ne, epilepsziás hamot fogok kapni, ez már túl sok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, végre. Már azt hittem.
Azt hittem összeomlik a keringésem a stressztől. Ez a pálya az utolsó francia pálya, csak más napszakban. Nem, Carmondia, kivételesen you are wrong, ez egy teljesen más pálya geometria. Francia pálya nem így nézett ki, mások az épületmodellek. És most megint nyugodt a zene, szóval megint valami... Ja, mi van? Jó, tudod mit? Nem. I'm done decorating. I'm officially done decorating. De tényleg mennyi az idő, basszus? 20 óra van, másfél órája tart a stream. Nem! I don't accept this! I'm going to sneeze in defeat! Jaj, ne, hát ennyi volt. That was my life. Halálos mellszőr érintés. Ezek a csodálatos rajzfilmes hangefektek. I missed you so much. Azt hittem a középső neved Morris, de mindegy. Not my problem. Mindenki olyan nevet, olyan nevet választ magának, amilyet szeretne. Ugye ez még nem omlik össze. Na Ácsi, azt hittem, hogy kapunk egy másik pályakinézetet. Tehát nem az, hogy a... Vagy lehet, hogy lesz egy második része is ennek? Tehát, hogy nem emlékszem, hogy hogy volt Franciaországban, hogy külön végig kellett, meg Rómában. Végig kellett, azt hiszem a pályán belül is végig kellett menni egyszer. És utána kaptunk egy ilyen, igen, mert itt most tetején meg kell állni. De aztán egy másik pálya részben konkrétan ott fogjuk majd leengedni a posztert. Én addig alább van. Hátra van még a legepikaibb része az egésznek. És a New Yorki rész meg... A New Yorki rész meg nem lesz gyűjtögetős. Tehát, hogy nem lesz a New Yorki részben nem lesz gyűjtögetős gameplay, hanem egyből a izében kezdünk a cirkuszban. Aminek azért örülök, mert így dupla élvezetet kaphatok majd a minijátékok formájában. Oh my god! Már előre örülök a 15 perc múlva bekövetkező jövőbeli énem nevében is. Viszont azt hiszem, hogy ott hallható a játéknak a legit legjobb zenéje. A New Yorki cirkuszi szegmensben. A főmenünek a kibővített, főmenü zenének a kibővített változata. Na, és akkor most jön az, amire gondoltam. Aha. Ó! Oh, Tower fölött. Ha. Erre nem emlékeztem speciál, de nem baj. Ó, oh, van, let's go. Vicc nélkül a játék legizgalmasabb része. És ez nem jó. Az egész játéknak ilyennek kellett volna. Nem! Már nem kell egymás helpje. Shut up, you fool! Oh yeah, tiszta izé, Spagonia Knight. Hát, hogy kéne nyomnom ott a zenét. Nem, dehogy is, úristen, ez egy nagyon jó zene. Nem. És Gloria pedig UNESCO világörökség károsító büntetet fog végrehajtani, jól látom? We are going to do kulturális terrorizmus? Bebassza a seggével a rózsaablakot, jól értelmezem a feltételezést? Helyes. Rózsaablakok múlandók, but is eternal. Most csinálunk egy franchise rebootot, ami arról fog szólni, hogy Englandben vagyunk stuckolva, nem Madagaszkáron. Úgy fogjuk hívni, hogy... Get your behind over here! Getting used to Brexit. The Madagascar spin-off. Úgy nem tudom, hogy... Nem mintha politizálni akarnék, de... Számomra sosem derült ki, hogy az angolok jól jártak-e a Brexittel, vagy nem. Tehát, hogy valószínűleg ez egy ilyen felemás szituáció, hogy igenis, vannak dolgok, amik jobbak nekik, de más dolgok meg nem. Gondolom a vámmentességet nyilván elvesztették, de ugyanakkor nem kell befizetniük sem. Szóval valószínűleg kurva nehéz volt az eleje, és ha tippen nem kéne, azt mondanám, hogy már alakulóban van, de nem tudom. Nem! Én vagyok az, aki UNESCO világörökséget fog károsítani, nem Alex! Aha, nem, pont felcseréltem. Pont sikerült felcserélnem. Wa?
Ezek a hangeffektek, never gets old. És tényleg bírom ezt a landscape-et, amit látok a háttérben. Mondjuk ahogy minél messzebb nézek, annál kevésbé. És megint be van lokkolva a kamera? Megint be van lokkolva a kamera, ami azért vicces, mert így a kamerához kell igazítanom az irányítást is. Egyáltalán. Mindjárt, hadd gyönyörködjek egy kicsit ebben a hihetetlen liftben. Oh my god, so beautiful. Meg ez a kuka. Amivel szintén interakcióba lehetett lépni az első Madagaszkár játékban. Emlékszem, megrúgtál egy kukát a New Yorkos pályán, akkor vagy rá is ordítottál, vagy megütötted, vagy megdobáltad mangóval. Nem emlékszem már, hogy Alex mit csinált a New Yorki pályákon fizikai interakció kapcsán. De jöttek belőle izék. Jöttek belőle érmék. Készülj fel, világ! Érkezünk a világ legjobb gameplayjével. Az a híd a folyóval ugyanaz volt teljesen. Igen, sajnos. Igen, viszont igen, értem, miről beszélsz, hogy a folyó modell az ugyanaz volt, de az épületek nem ugyanazok. Azóta csinálnak minden évben felmérés, hogy az angolok mit gondolnak a Brexitről. Eleinte rengetegen támogatták, de évről évre egyre többen gondolják azt, hogy hiba volt. Azért azt nem mondanám, hogy rengetegen támogatták, mert ha jól emlékszem, csak azért ment végbe a Brexit, mert volt egy népszavazás róla, és valami, mit tudom én, 49-51%-kal nyert a Brexit párti, szóval rengeteg volt a... Na várjunk csak. Elment a zene? Emberek? Meghalt a zenéje a játéknak. Nem baj, nem mintha annyira zavarnak. Ez valahol vicces. Miért néz ki az ananász modell észrevehetően szarabbul a többinél? Gondolom ezt már a legvégén próbálták kitalálni a játék fejlesztésének. Kéne egy extra ikon, de nincs idők megrajzolni gyorsan, nem tudom, valaki szarjon ki magából egy ananászra hasonlító rajzot. Tessék, film, megvan. És így sikerült. Így sikerült gold verzióba helyezni a játékot időben. Jaj, ne! Vesztésre állok. Mit fogok csinálni? So terrible. Mi 5 másodpercig kéne ezt csinálnom? Hát figyeljetek, hogyha esetleg van valami chat hozzászólás, amivel tudunk diskurálni, akkor szíves örömest ignorálom ezt a gameplayt, de amíg nincs más, amíg nem szóltok hozzám, amíg nem kezdeményeztek beszélgetést, addig attól tartok. Úgy kell tennem, mintha élvezném ezt a csodálatos játékmenetet. Hát tényleg zseniális, hogy milyen gyorsan szétesik a játék ebben a tekintetben. Tehát, hogy csinálnám a platformeringet, tudjátok? Nem ez! Egy 13 másodperc, I believe in us. És gondolom New Yorkban is ezt minden estől végig kell újra csinálni. Game of the Universe, mondom. Abszolút. Jaj, ne, vesztettem. Nem. Viszont most, végre, valahára, meg fogom tenni azt, amire oly régóta készültem. Nem tudom, mi az a pralinéja, amit kérsz. Jó? 750. 1000 pont. Tudjátok mit? Nem. Tessék, mindenki kap bizét. Harackot, azt kész. Tessék, itt yours, my friend. Ugyet? Most pedig pralinét. Tessék, somlói galuska for everyone. Get your somlói galuska today. Here and now. És most egy félig megnyitott fókusz. Remélem a kemény oldalával lefelé esik. Basszad meg, és így is nyerésre állok. Miért állok így is nyerésre? Tessék, most megint pralin, zsombói galuska idő van. Most látom, hogy milyen zseniális effekt van a lábaim alatt, ez eddig nem tűnt fel. Nem mozogtam, és még így is döntetlen lett, hogy telibe szartam az egészet. Azóta az 51%-os Brexit párt 32%-ra csökkent, most is tüntettek, hogy csinálják vissza a Brexitet, de most újra csatlakoznak, elveszítenék azokat a jogokat, amiket alapítóként annó birtokoltak. Nincs menekvés, úgy érzem most már, így jártak.
Korábban kellett volna bölcsnek lenni, igen, I'm afraid. Hát ez kellemetlen. Nem lennék a helyükben. És azt hiszem, hogy bevándorlóként, mármint ott mi vagyunk a bevándorlók, még nehezebb most már bejutni a lámmentesség és a problémamentes átutazás hiányában, tehát most már nem jó a személyi és útlevél kell hozzá, ez speciál, igen, ezt tudom, ezzel tisztában vagyok. Mert uniós tagországú, de csak a személyi, mint úti okmány, és én meg azt reméltem én marha, hogy ennek a fókának más lesz a gameplay-e, de nagyot kellett csalódnom. Oh! Wow. És ezt melmen is? Melmen? Márti csinál valamit a háttérben? Mert láttam, hogy pontot szerzett amúgy. Nem figyeltem, megmondom őszintén. Lehetséges, hogy ott repkedett a háttérben. Tőlem függetlenül. Jött érzem úgy, hogy legalább egyszer össze fogom lenni a játék ezekben a minigémekben. Nem, Vitalival megyek, mert az gyorsabb. Julian király gameplay-je mondhatni, nem nyűgözöd le engem. Vitali, you are cool. I trusted you, Vitaci. I thought we were friends. Brothers even. But you tried to kill me. And I cannot forgive that. I am not unhappy with this. Én sem vagyok unhappy azzal, hogy... Oh! You better believe it! Én sem vagyok unhappy a fact-tel, hogy... Egész jól alakul a játékbeli előrehaladásunk. Jaj, ne! Leelőzött Julian király pontszámban. Hogy fogom ezt túlélni? Tényleg konzisztensen több pontot szerez, mint én. De hogyha érdekel a játékmenet, akkor sem tudom behozni? Ezt már kívánom? Nem. Szerintem nem. Vicc nélkül nem. Ha eleget elbaszom, akkor Julian király fog vezetni pont számban, és tényleg? Abszolút? Jó, hát mindegy. Defeated by AI. Ezért veszélyes az AI emberek. A Julian király AI-ja mindközül a legveszélyesebb. Hé, meg is megelőztem. Akkor nem tudom, lehet, hogy ha elég gyorsan teljesítem a trükköket, akkor nem tudja, hogy mikor, melyik ütemre kell időzítenie a dobpergését, és ezért túl nem kap pontot. I will sabotage you, yes? You are not unhappy with this? Köszönöm játék, értem a problematikát, ennyi elég lesz. Addig... Na, azt hittem, hogy nem lesz vége, és arra vár, hogy elbasszom. Sudden Death Mode. Retro PS2 Live. Hallottam arról a játékról, és tudtam, hogy a PS2-es meg a 360-as verzió egy komplett más játék. Hát akkor nem nagyon szeretek játékokat így livestreamelni. De azzal is bogarat ültetél a filmbe. Az a helyzet, hogy én a Lecsó filmet szerintem sosem láttam teljesen. Tehát, hogy részeket láttam belőle, amikor a tévében adták. És kíváncsi vagyok rá, de annyi mindenre vagyok kíváncsi. Tudod, mit kar mondja? Lehet, hogy majd egyszer fogunk lecsózni, de vannak számomra sokkal kedvesebb filmadaptációs játékok, amiket előtte ki kell live-olni. És tudom, hogy a Lecsó játék ennél sokkal jobb. Mert láttam róla a gameplayt. Láttam... Legalább egyszer lehet, hogy láttam a Lecsó filmet elejétől a végéig. De nem vagyok egészen biztos benne. Oké. Okay. Mort? Kérnem sem kellett, és egyből itt termet. Hogy az életemre törjön. Mi? Ráadásra nem számítottam. Nőd van! Mindenki a mezszörömre pályázik! Ez tűnhetetlen! Mi volt ez? De várjunk csak végtelen időm van ezt befejezni? Gondolom. Hát nem visszafelé számol, hanem előre.
flippelnünk kéne. És amúgy... Nem. Nem, nem! Jaj, ne! A time bonus, ne! My only weakness! Jaj, ne! Fél másodpercen múlt. Hogy fogom speedrunolni ezt a játékot, ha még erre sem vagyok képes? Ennek ellenére valamiért 5 csillagot adott a játék. My other favorite part. Challenge. Self-challenge time. Képes vagyok-e? És elbasztam, mielőtt végigmondtam a saját self-imposed challenge-emnek a leírását. Ugo, oké, whatever. Azt próbáltam mondani. Az lett volna a mondat, amit próbálok befejezni, hogy vajon képes vagyok-e anélkül végigvinni ezt a szegmest, hogy Alex hozzáérjen a padlóhoz, és megejtse a nagyon szomorú vonítását. De mielőtt sikerült volna befejezni a mondatot, már elbasztam úgy, hogy I guess water under the bridge, ahogy az angolok mondják. Nem csak a Brexit pártiak, hanem az összes angol így mondja. Balra hányt borsó? It doesn't matter anymore. It doesn't matter now what happens. I will never give up the fight long as the voice inside drives me to run and fight. Azt hiszem. It doesn't matter who is wrong and who is right. Adalaszkál 2-ben emlékszem, Morphnak is volt külön része saját platform gameplay-jel, ami teljesen más volt. Igen, jól emlékszem. Valóban így volt. Volt epikai Mort gameplay. Mi az, hogy again? Nem értem. Tehát, hogy ők még külön is fellépegetnek, vagy? I don't know. Köszönjük, kérlek, de gyertek vissza. You were enough once. A ti esetetekben nem fog élni a FOMO bennem. Ti nyugodtan elmehettek, hazamehettek, ne gyertek vissza többet. Thank you. Tudjátok, mi lenne a vicces, ha erre a képre beriasztaná a copyright, hogy a filmből származó kép. And then they went to Africa, where they found their roots. És milyen jó is volt. Film is és a játék is. And make friends with the volcano gods. Oh, finally. They reinvented a... Nem tudtatok volna... Na ugye, hát ott van a film. Where King Julian fell in love with my big-headed, hairy, lovely lady bear, Sonia. Hey, where are you going? But all the while, our friends longed to return home to New York. And finally, they had made it. Oh my god. Érzitek ezt a hihetetlen... Return to their lives at the zoo. Little did they know that Dubois had followed them all the way to New York. Érzitek a suspense-t? Az utolsó pálya. Jesus Christ. És íme a legjobb zenéje a játéknak, a, hát mondom, főcímzene, főmenü zenének a kibővített változata. Valószínűleg főcím, főmenü zenének a kibővített változata, melyet úgy látszik, hogy most végtelen loopban fogunk hallani, lehet, hogy az egész idő alatt. Ebből a szegmenséből a játékmenetnek még nem esik. Na várjunk csak! Ezt most értsem úgy játék, hogy nem lesz New York tájképe, na, New York tájképe által övezve ugrálós játékmenet, ahol felszereljük a cirkuszt. Miért emlékszem úgy, hogy annak lennie kellett volna? Csak az a baj, hogy annak ez előtt kellett volna lennie. Utána, miután felépítettük meg, körbeugráltuk a cirkuszt, azután jönnek ezek a mini játékok, szóval most nem vagyok egy impressed hangulatban, azt hittem, úgy emlékeztem, hogy van egy New York tájképben ugráló szegmens is. Alig hallom azt a remek zenét. Túl sok a hülye hangeffekt. Talán a izé stáblista alatt fogjuk hallani, remélem, még egyszer, utoljára, please. Ahol teljes mértékben magamévá tehetem ezt a zenei élményt. Ezzel is adózunk, ezen módon is adózunk tiszteletünkkel a Call of Juarez Gunslinger
co-kompózer előtt. Hölgyeim és uraim, itt kell fél perc alatt elrendezni a három film történetét, yes indeed. Igen. És két sokkal jobb játéknak a narratíváját is. Nachos? Jó, láttam, hogy nachos-t is árulunk. Hát persze, hogy Amerikában vagyunk. Most kaja, of course. És akkor itt nincsen szuflé? Miért láttam azt, hogy nachos? Nem értem. Lehet, hogy csak kívánom a sósat. Tessék! Domlói galuska for everyone! I officially don't care anymore! Patreon served! Mi az egy Patreon szimulátor? Melyik térbe mi jár? Ki mit kap? Te kapod az arany somlói galuskát, te a bronz és ezüst somlói galuskát, az pedig aki csak három fittinget adományoz az oldalnak, az egy köszönömöt kap. A videó intrója utáni 3 FPS-nyi, 3 frame-nyi táblistán. Komolyan mondom, azok, hogy nyertem. És nyertem, az meg. Így is nyertem. Nem. My mind is already blown, I'm afraid. Fire in my hole. Igen, pontosan így érzek. Ez a játék felér egy húgyúti fertőzéssel. Vagyis, hogy legalábbis ez a része a játéknak. Örülök, hogy vettétek a fáradtságot. Hogy még legalább ezekre a részekre átállítsátok a játék színezetét. Miért lassul be a játék? Összeomlik a saját súlya alatt, jól értelmezem? This is a wonderful. I disagree. I disagree. Lehetséges, hogy ez a pálya nagyobb, mint a korábbiak, és ezért laggol ennyire a játék. Mindjárt felrobban, el fog robbanni. Ez a játék azért jó, mert akkor sem tudsz benne veszíteni, ha közben alszol. Indeed. Nem tudom. És ez jó? Karmondia? Ez. Oké. Neked jó, akkor nekem is. Nem. Olyan régen volt már. This is my favorite part. I cannot believe, hogy még mindig itt tartunk. Lehet, hogy... Kérlek, mondd, hogy csak mazohisták vagytok, és megfordítottátok a játékmeneti felosztást. Nem mondjátok, hogy ezután vége van a játéknak, mert... Nekem úgy rémlett, hogy van egy New Yorki ugrálós rész is. Mármint a összeszerelt cirkuszban ugrálós rész. Ahol alattunk van a alattunk van a New Yorki állatkertben. Lehet, hogy a film összezavarja az emlékeimet, mert ott volt egy ilyen rész, ahol ott jött be a ott jött be a Katy Perry-nek a Firework-i emléke. Lehet, hogy keverem a filmmel. Lehet. Ezzel vége lesz a játéknak. Az nagyon antiklimaktikus lenne, ha ez lenne a játéknak a vége. I wouldn't like that too much. Kár, hogy írott szövegben nem jön át az irónia. Rakjál mögé per est. Nem voltál eleget Redditen, Karmondia. Hát nem tudom, hogy ezzel a ténnyel mennyire kéne flexelni, vagy nem flexelni. De a magyar Reddit nem egy olyan experience, ami figyelemre érdemes. Na? Megkapom a tűzkarikámat? Oh my god, so amazing! Ez a... Quadruple ás gameplay. Not acceptable, egyetértek. Ez már felér egy kínzással. Tudod mit? Elegem volt. Dehogy nem. Az az acceptable, hogy elegem volt. Wow, honnan jöttél rá, Julian? Nem is gondoltam volna. Köszönöm szépen, csodás közönség. Egy csillag. Né! Bizonyos országokban fordítva van az osztályozás, szóval ez tökéletes volt. Ez még az érdekesebbek közé tartozik, és legalább vigyázni kell, és leesek. Nem mintha
annyira jó lenne ez, de legalább itt vigyázni kell ezekre a hülye melszőrhasító alkalmatosságokra. Menj tovább! Pazd meg! Tehát, hogy gyakorlatilag mindegy, hogy vigyázok el, vagy sem. Tehát, hogy úgyis elkezdenek lentről random dobálni, és meghalok. Akiumort. 17. 18. 19. 20. 21. De valami... valami 60%-kal megy most a játék. Ez zseniális. Mort! Stop! Te nem is Mort vagy, wait! Wow! Oh yes! A Mort már rég elment! Stop! Stupid fuck! Na! Mikor jön az a rész, amikor... Lehetséges? De nincs is itt! És a semmi dobja a mangókat! Nem bírták Mortot megmodellezni alattam. Túl sok véramot zabál a dinamikus fényefekt a háttérben. Lehet ezért laggol ennyire az emulátor. De így nem laggolt ez így. 56. 57. 58. 59. How it feels to play Madagascar 3. Madagascar 3, stimulate your senses. Nem Mort az, aki annoying, hanem a játék. What happened to you? Why did you do to us? Na mondjuk nem. Toys, ez nem a Toys for Bob hibája. Mondjuk arra kíváncsi lennék. Lehet, hogy ezt is mondtam már az előző streamben. Hogy vajon volt-e a... vajon elkezdette a Toys for Bob egy harmadik Madagaszkár játékon dolgozni, mielőtt belettek húzva a Skylanders igába az Activision által. Arra mondjuk kíváncsi lennék, hogy bármilyen formában létezik-e valahol egy titkos, elrejtett szépben egy Madagaszkár, egy Toys for Bobos Madagaszkár 3 prototípus. Mert ki tudja? Ki tudja? Hát ha igen! Ókás rész nem laggolt, a Time Eater megjelent és lelassította az idő. Az idő. Ez a játék megválaszolja, honnan jött a Time Eater, a cirkusz tagja volt, csak túl ronda volt és kirúgták. Carmondi a Building Up the Madagascar 3 lore, because our brain cells are collectively dying. Azt hitte Eggman cirkusz igazgató. Ed és Eddie játékról hallottam. Láttam róla pár perc ki gameplayt. És ennyi, félreltük a challenge-et, oh no! Oh. Na. Jól látom, hogy mi vagyunk nagyon picik? Vagy a háttérben lévő emberek kurva nagyok? Hát a távolság alapján, amennyire elvileg vannak tőlünk, meglepően nagynak tűnnek a modelljeik. Bár csak ki tudnánk venni a pályából és össze tudnánk hasonlítani a modellek méreteit, de valamiért úgy érzem, hogy óriásoknak tesszük magunkat most. New York óriásainak, pedig minket hívtak a lemúrok nyámnyila óriásoknak, és most megfordult a kocka. Most mind törpék vagyunk az Attack on Titan-es szörnyekhez képest, akik bámulják az ütködésünket, a szenztelen, értelmetlen ütködésünket, amit még 4 másodpercig viselnünk kell. 2, 1... Zero, köszönöm. Various beings. Gia and Alex. Melman and please, no more. I beg you. Please stop it, I beg you. New York, as you say in the vernacular, you suck. Először azt hittem, hogy azt mondják, hogy you suck. Na, és mi ez? Oh, wow! Epic Final Boss Showdown? Ajaj. De persze, ő az orosz Leont kergeti azóta is. Nem mondd, hogy elsüti magát a puska neve! Azt hittem, segbe lövi magát altatóval, megmondom őszintén. Jó kis callback lett volna. Az első filmhez. The Final Great for the Circus. And
And so, ennyi. War was defeated. The circus was once again azt mondja, defeated. Persze, defeated. This was their real home. Dubois was defeated. What was an epic showdown. I don't want to go home. Nem erre számítottam. That tickles. I am not interested. And here we are on the road again. What further adventures await us? Nem tudom, szerintem nem volt idejük lemodellezni a hallom, hogy megy a vonat, de... Nincs ott semmi! Mit nézel? What? Mi? Valami átmenet? Ugye, hogy ennek viccesnek kellett volna lennie, mert offscreen volt. Azt hittem, hogy csak simán elfelejtették beprogramozni a kamerát a bejátszás végén. Túl hangos zene? Sonic Adventure 2 feeling. Nem mondod? Na, ez az. Végre meghallgathatjuk azt a zseniális zenét. Hát talán lejátsza a teljes verziót, nem tudom. Ennyi volt a játék, csak hétfő lesz április 1-je, de ez már most egy áprilisi tréfa, yes! Ezt 1-én kellett volna végigjátszani, indeed. Befejezni legalábbis. Ah, de nem, akkor ezek, igen, tehát egy 2 órája megy a stream, amigos, nem ússzátok meg ennyivel. Nem fogom hagyni, hogy ennyiben maradjon a stream. I swear! De ezt még megpróbáljuk végighallgatni. Ha a játék is hagyja és nem omlik össze, az már tényleg a zsenialitás ne továbbja lenne, hogyha a játék... Igen, és a Rob Abernethy, ő volt a zeneszerző. Így ahogy elolvastam, eszembe jutott. Crispin Freeman, Phil Lamar, Bettina Bush, Tom McGrath, Dean Jacob, Bryan Cranston, Bryan Cranston! Tette a Satóre? Fasz! Tatasóre. Tatasóre. Nem, kinek volt még ő a hangja? Lehet, hogy keverem valakivel szerintem. Viszont Bryan Cranston. Nem ő volt Blazkowicznak a hangja a Machine Games Wolfenstein játékokban? Mondjuk az annyira nem lenne meglepő, mert Death's Head-nek a hangja... Death's Head-nek a hangja pedig... Munkdálnak a hangja volt a Chowderből, szóval nem csodálkoznék rajta, hogyha csak így random felbukkannának hihetetlen produkciókban szereplő szinkronszínészek, kisköltségvetésű produkciókban is, hiszen nekik is enniük kell. Na most jól értelmezem? Igen, tehát, hogy átállítanám olaszra, vagy bármilyen másik nyelvre, mondjuk a speciál pont érteném, akkor a szinkron is változna benne. Nem fogjuk kipróbálni, mert sajnos a játék élvezeti faktorát szerintem nem növelné az sem, de hé, legalább erre fordítottak munkát. Minden development time arra ment el, hogy 6 féle szinkron nyelven felvegyék a játéknak a történetét. Igen. Nem baj. Tudjátok mit? Hallgassátok meg a játék soundtrackjét. Talán 8 vagy 10 trackből áll fent van az interneten. Nem fogunk ezzel kint lódni. És igen, ennyi volt a játék, amigos, I guess. És csak így kidobott a menübe. Köszönjük szépen az együttműködést. Egy másodperccel sem tovább, azt mondom. Mondjuk meglepően jól néz ki az árnyék. Azt kell, hogy mondjam. Most, hogy így megnézem 2K grafikán, de nem! Amigos, ne aggódjatok, készültem tartaléktervel. Vallom őszintén, sejtettem elég régen, 2:08, bassza meg, nem. Legalább még másfél órát, ha nem többet. Készültem tartaléktervel, sokat gondolkodtam azon, hogy mit kéne benyomnom pótjátéknak. Megfordult a fejembe még egy kis, tudjátok mit? Mennyien vagyunk? Az, hogy 4-en vagyunk a chatbe, tehát nincs ilyen óriási tömeg, akik meg tudnák szavazni, hogy mit fogunk csinálni. Úgyhogy önhatalmulag is eldöntöttem, hogy egy másik általam nagyon kedvelt játékot fogok streamelni most. Pontosabban egy olyan játéknak az első részét, mely szintén az első játékok között szerepelt, melyeket valaha lesztreameltem. Akár még a másik Madagaszkár játékkal is készülhettem volna, de bevallom férfiasan, ez csak most jutott eszembe. Mert van más játék, ami közelebb van a szívemhez, meg az elmémhez, és amikor
feltelepítettem, visszatelepítettem a Steam-et a gépre, akkor az volt az első gondolatom, hogy hú, ezt ki kéne próbálni megint. Az egyik legjátszottabb játékról van szó, ami nem más. Nagyon jól fog mutatni Madagaszkár livestreamben, jönnek ide gyerekek, hogy áh, Madagaszkár, szeretem azt a játékot is. Rányomnak a thumbnailre és hirtelen suddenly against all rhyme and reason Left 4 Dead. Let's go! Most az a helyzet, hogyha a játékos jól játssza a Left 4 Dead-et, akkor az sem egy hosszú játék. Tehát lehetséges, hogy mondjuk még teszem azt 2 órát streamelek, kiviszem a Left 4 Dead-et is élőben. Úgyhogy, amigos, tudom, hogy nem látok semmit. Egy pillanat. USB-ben még nem kalibráltam be a játékot. USB, OBS-be, de mindjárt megteszem. Még sosem kalibráltam élőben játékot. Bevallom őszintén, ez elég későn jutott eszembe. Már nem volt időm hozzáadni az OBS-hez a játékot, de feltételezhetően remélhetőleg látni fogja, és nem lesz semmi baj. Tehát, igen, igen, Left 4 Dead-ezni fogunk, emberek. Na? Nem? Nem. Oké, ez egy alap probléma az OBS-sel, és hogy nem az OBS-sel, mert igazából nem az OBS hibája az, hogy a játékot nem játék, a játék önmagát nem játéknak nevezi, és nem játékként érzékeli. Na mi ez? Na várjunk csak. Tehát akkor nem izé. Nem mondd nekem, hogy nem, se nem ablak, se nem játék. Az azért vicces lenne? Forrás adható átétele, adott ablak felvétele. Left 4 Dead, please. Oh. Are you here? Nem? Na, ott van, ez az megjelent. Oké, okay, amigos, szóval köszöntök mindenkit ebben a Madagaszkár 3 streamben. Ennek fél útját sem elérve, úgy döntöttem, hogy hát kapcsolunk egy kis Left 4 Dead-be, mert mi a francért, ne? Azok. Szerinted ki lenne alkalmas színész Shadow szinkron hangjaként a Sonic 3 mozifilmbe? Mindenki, akit felsoroltál, érdekes lenne. Mondjuk Brendan Fraser, nem tudom, anti-hero-ként. Még ő is érdekes lenne. Szívesen meghallgatnám, hogy milyen anti-hero alakítást nyújt Brendan Fraser. Ezek az emberek időt és energiát áldoztak arra, hogy elkészítsék ezt a játékot. Don't be too dramatic, Karmondia, vannak ennél szarabb játékok is. Aha, mert biztos valami régi fajta ray tracing volt. És amiatt laggolt a véke. Igen, pontosan. Hát most azon gondolkodom, hogy mit csináljunk mi most? Játszunk kampánymódot online? Tudjátok mit? Tudjátok mit fogok csinálni, amigos? Nyitok egy szervert, hogy meglátjuk, hogy ki csatlakozik és ki nem. Most erről a játékról annyit kell tudni, hogy egyrészt imádom, másrészt nincs benne túl sok kampány, szóval ha nagyon gyorsak vagyunk, akkor az is lehet, hogy be tudjuk fejezni egy nekifutásra az egészet. Indítok egy online szervert, vagy, hát igen, azért van valamennyi passzív történetmesélése a játéknak, indítok egy online nyilvános szervert, hivatalosat, és normálban hagyom, mert nem, haladóban fogunk játszani, Francis leszek, mert ő a lélekállatom, Billel felváltva, és indulunk, ennyi, Left 4 Dead-ezni fogunk, és kész, hát, ez egy jó játék, és nincs mit tenni. Nincs mit tenni, nincs menekvés. Viszont remélem nem élőben van a mikrofonom a játékban, mert az vicces lesz, hogyha duplán hallja a hangomat az, aki becsatlakozik esetleg. Nem várom el tőletek, hogy becsatlakozzatok, abszolút-e, de vicces lenne, várjál, nem akarok kilépni. Hang. Adásgomb. Nem kell hangkommunikáció, köszönjük. Úgyis mindenki csak trollkodásra használja. És kontrollerrel fogok jelni. Aha. Jó, kontroller úgy látom működik rendesen, de hiányoznak a kezelőfelületi HUD plusz... Ó! 152 ping? Are you fucking kidding me? Hivatalos szerveren? Nem. Fél másodperces nem. Hostolok lokálban, kész. Whatever. What the fuck ever. Nem. Helyi szerver, csőváz, van elég internetem, meg tudom oldani. Haladóban fogjuk játszani, nyilvánosan, helyi szerver. Ott ki a fog, 150 ping, persze, nagyon vicces. Nagyon vicces játék.
Nem baj, Karmondia. Biztos lesz legalább egy random ember, aki becsatlakozik. És ha nem, akkor meg, ha meg mégsem, akkor legalább látni fogjátok ezt a zseniális élményt, melyet a Left 4 Dead botjai nyújtanak számunkra. Zseniálisan. Ez 2008-as játék. 16 giga RAM és 6 giga VRAM, az teljesen overkill neki, de ilyen smooth módon még ezt a játékot nem láttam menni. Sejmesen lass, sejmesen jól megy a játék. Tehát ilyen gyönyörűen. Egy Xbox 360-as verzióján szocializálódtam alapból, ami még a 30 FPS-t sem mindig érte el, hogy ilyen silky smooth-on játszani ez. Ez egy egészen más játék. Zseniális. Na jól van. The best game of the century. Ezt most vicc nélkül mondom, ez a játék zseniális. Szólóban sem rossz, de... Kóban... Hát, nem. Ó, tessék, egy random ember! Tétó, welcome! És nem fogja hallani, nem tudom miért köszöntem neki. Idealista reflex részemről. Birfin cankaja. Kíváncsi vagyok rá, hogy honnan származnak. Lássuk majd, hogy mennyit... Látjuk majd a pingükből nagyjából, majd ha... 100 fölötti pingük lesz, akkor a szomszéd kontinensről jöttek. Connor X, kész, tele van a szerver, ennyi volt, amigos. It's over. És még mindig ez, 15 éves játék, és még mindig ennyien játszanak vele. Bocs. Mondanám, hogy bocs bot, de már nem bot, szóval mindegy. Ó, Madagaszkár 3, ez a játék zseniális. Szerintetek is zseniális a Madagaszkár 3? Ezek az esőeffektek. Ez a játék. 4 évvel öregebb a Madagaszkár 3-nál. Te, Bill. Az még. Oké. Megmásítom a helyfoglalásomat. Most, hogy vannak emberjátékosok a játékban, látni fogjátok, hogy milyen zseniális élmény. Mindkét élmény zseniális a maga módján. Az is, hogyha az ember emberjátékosokkal játszik, és az is, hogyha robotjátékosokkal. Az ember és robotjátékosok mind a maguk módján retardáltak. És általában nagyon jól látszik az, hogyha valaki már játszott ezzel a játékkal. Meg az is, hogyha valaki nem. Miért csináljátok ezt? Why are you like this? Véglegesen befejezték a Sonic 3-om forgatását. Ó, ezt jó tudni, hogy már vreppelődött. Oké. Gyere, cankaja! Jó, ennyi volt az első pálya. Azt hiszem minden kampány 4 vagy 5 mapból áll, és vannak ennél szerintem talán még rövidebbek is. Jó, ez a Madagaszkár. Várjunk csak, Karbondia, valami eszembe jutott. Valamit majd meg kell néznem, mielőtt vége a streamnek. Eszembe juttattál valamit. Álljon csak. Állj. Jó, oké, megmentetted magadat, jó. Miért rémlik nekem az, hogy van Madagaszkár modifikáció a Left 4 Dead 2-höz? Az a helyzet, hogy én a Left 4 Dead 1-et jobban bírom a 2-nél, szóval... Hú, basszus, micsoda kihagyott zicser lenne. Ez szerintem nem Mandela effektus, hanem tényleg van Madagaszkár mód a Left 4 Dead 2-höz. Tudjátok mit, amigos? Ha tényleg így van, de ezt le fogom csekkolni a stream után. Akkor csinálunk majd egy Madagaszkár 4 streamet. Úgyis arról szentségáltan emlékszem még a Madagaszkár 1 és 2 livestreamjeim alatt évekkel ezelőtt, hogy jaj, miért nincsen Madagaszkár 4? Hát most lesz! Megcsináljuk magunknak a Madagaszkár 4-ünket. We are going to do it. We'll do it live. It will be amazing. Ó, jön a tank, és 70-től 100 pingjük van, az teljesen jó. Pillanat, aha, értem. Vigyázzatok, itt a tank. Sound cue, emberek, sound cue, tudom, hogy tank. Gyere! Valaki a boomert, please! Igen, tudom. Hopp, az meg nem sétált bele. Na mindegy, én megpróbáltam. Hát, hogy mégis? Hol van? Ez meg. Hol van, beakadt, vagy mi a fasz? Hol van? Ja. Ó.
Ó, itt van! Megtaláltam a tankot, emberek! I found him! Ó! Oh. Most jön az a rész, amikor futunk, amigos! Madagascar 3 indeed looks great! Most jön az a rész, amikor segítetek fedezni! És adtok egy pilzt! I usually don't suck this much! Lőjetek bele! Másik pozitívuma ennek a játéknak a Left 4 Dead 2-höz képest azok a real-time ragdoll fizikák, amit itt is láthattok többé-kevésbé. Sikerült végre megölni? Very nice. I'm impressed. Alex, nem tudom hol van. Előbb-utóbb csak feltűnik. The secret Alex easter egg. Ez volt a kedvenc része a Madagascar 4-ben, amikor Alexet cafatokra tépte egy Abrams tank. Ha igen, azt a pilzt elfogadtam volna. Akkor lehet, hogy nem haltam volna meg. Miért mindig a legjobbak mennek el először? Miért? Ez. Abszolút. Peak Madagascar gameplay. És controller módban is át lehet állítani. Ó, klassz! Controller módban is át lehet állítani a kameramódot. Jó van. Na, megtalálom magamat. Ha? Igen, már itt vagyok. Valaki engedjen ki. Valahol itt vagyok, szerintem itt vagyok. De addig nem fog mutatni a rendszer, amíg nem érnek el idáig. Köszönöm! I'm so back. Viszont hallom a viccset közben. Melyik a izé? Hát nem kell elhasználni. Azt a pilzt elfogadom, köszönöm szépen. És hol van a witch? Ott van! Azt hiszem, nem, az egy hunter. Ha? Ne menj bele! Hogy? Csodálatos, excellent job, fantastic job, I'm so proud of you all. Reméljük, nem fogok belefutni a witchbe, az olyan kellemetlen lenne. Biztos, ami biztos. Hol a witch? Witch, where are you? Don't mind me, csak 500 órát játszottam ezzel a játékkal. Jó. Most ez a rész, hogy menjünk tovább. Nem, hogy senki kedvéért. Köszönöm, Bill, nagyon. Köszönöm, tényleg. Az unnecessary. Ó! Oh. Nem, engedjük közel magunkhoz. Most jön az a rész, amikor felrobbantod a benzint. Igen, ezt akartam mondani. Na, hát akkor ezek tudják, hogy mi a dörgés. Jól van. I'm impressed. Excellent job. Jó, lehet nem fogjuk kivinni az egész játékot úgy, ahogy van. De hé, talán két kampány még akár bele is férhet. Hát, hogy nem kellett volna bele sétálnom a tüzébe. De ezt a játékot speciál. Ez pont az a jellegű játék, amihez koncentráció kell, mert rohadtul nem mindegy, hogy mit csinál az ember. Például többek között nem ideális az, ha az ember belesétál a másiknak a tüzébe. Az nem... Tessék, egyél. Jó. Hé, hát tudja a bot mi a dörgés. Valaki tudja már, ha más nem. Mhm. Uh-huh. Melyik a másik dolog, ami miatt nem stream kompatibilis ez a játék, most hogy jobban belegondolok, az a sok sound cue, amire figyelni kell. A hangok. Melyek miatt nagyon nem mindegy, hogy mit csinálunk, mert ha hallod a morgását a tanknak a háttérben, akkor nem ugrasz le elé az utcára! Ajjaj, meg a smoker hátulról. Botot el fogja kapni. Ahogy hallom. Run! Run or shoot! Both! De várjunk csak, hol van a tank? Szegény bot, sosem feledem. Nem kéne oda menni a tankhoz szerintem. Nem egy ideális döntés, de hé, mentsük meg a botot, ha gondolod. Ha!
Hol van? Eskivel van dolgoz, bot. I'm a coward. Feltűnt. Thanks, I noticed. Jesus fucking Christ, Madagascar looks great. Mi volt ez? Madagascar 3. 4. Most amazing game ever. Igen, második pálya. Mi a bajod? Miért bámulsz engem? Ez az! Okos, ügyes! Milyen okos, milyen ügyes, a legkisebb ugrifüles, és... Azt hiszem ennyi? Igen, ennyi volt. Harmadik pálya. Ez az advanced mode, by the way. De, hey, ez van akkor, hogyha nem kezdőkkel játszik együtt az ember. Ezek az emberek úgy látszik, hogy nem kezdők. Ez nem szokott ennyire gördülékenyen menni. Általában volt olyan, hogy mit tudom én, ötször egymás után meghaltam egy... elszigetelt mapban. Mindjárt tudom, hogy you're gonna die, úgyhogy megpróbálom ezt megelőzni. Mindjárt. Don't worry, team, I got this. Köszönöm. Köszönöm, most megnyugodtam. Egy ideig gyötört a kétej, de megnyugvással tapasztalom, hogy van köztünk olyan ember, aki tudja is, hogy mit csinál. You mean you got that? Mondjuk arra sem gondoltam, hogy mi lesz, hogyha a random aspektusa a random emberekkel együtt játszásnak esetleg majd egy kicsit jobban kipol. Remélem nem lesznek emberiség által elfogadott normákkal nem ütköző jellegű megnyilvánulások. Köszönöm. Hát igen, ez nem fog sokáig tartani, hogyha ilyen gyorsan megyünk. Az a helyzet, hogy a játéknak a mesterséges intelligenciáját, ami az ellenfeleknek a dinamikus elrendeződését irányítja, viszonylag gyors... Várjátok, hol a tank? Hallom, hogy itt van. Gyere ide! Ez az. Gyere ide! Echo! Sikerült? Nem sikerült. Mindegy. Akkor tartalékter. Lehet, hogy azt nem kéne csinálni. Lehet, hogy nem kéne felgyújtani a botot. Ez nem egy ideális ötlet. Ajaj, persze, ott van mellette a kocsi. Of course. Kocsi és a tank párosítása nem ideális. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Phew. Igen, ezt a megállapítást adom. No, I'm not stopping for anybody. I am a left for dead runner. Gyertek. Time to go. Bocs! De a vonat nem vár, elindult már. A szerelem vonatról nincs megállás. Lássuk csak, hogy miből falagtak titeket. Hol van a smoker? Látom. Megoldom. Nem, az nem a smoker. A smoker ott vagy hátul. Jó, kedvenc stratégiám. Az meg, nem. Ez az. Így, egy kicsit elveszünk egy pár másodpercig. A többiek addig ideérnek. Nem kell amiatt aggódnunk, hogy onnan... Ne mász bele a tűzbe, te szerencsétlen! Miért? Majd! Mászok utánuk a tűzbe. Igen, szóval nem... Nem lesz itt probléma. Oh! How about no? I'm not into that shit. Ajaj, egy pillanat. Jó, oké. No problem. Nincs itt semmi probléma. Abszolút, tökéletesen alakul minden. Valaki, please, emberek, stop! Nem. Ja, de annak adtam, akinek akartam, jól van. Akkor nincsen baj. Minden a leg... Hol? Nem gondoltam volna, hogy ilyen jó csapattársakkal fog összedobni a teljesen véletlen. Ennek örülök, ehhez nem vagyok hozzászokva, általában se hülyékkel szokott összedobni a véletlen. Ennyire jól menjen. Ez... Már-már késztetést érzek arra, hogy ne álljak meg,
hogy folytassam a kampányt egészen a játék végéig. Hm? Valaki? Akárki? Nem? Hát akkor megyünk is, kész. Kész, mindenki tudja, mit kell csinálni. Madagaszkár for dead. Animal control slightly harder. Igen, szóval nekem valamiért úgy rémlik, hogy legalább részben csináltak Madagaszkár modifikációt a Left 4 Dead 2-nek. Most ezzel el is lőttem a point. Nem baj. Nem baj, legalább van mire készülnötök a továbbiakban. Igen, tehát hogy emlékszem, faszkodtam úgy egy vagy két évvel ezelőtt körül a Left 4 Dead 2-vel, és találtam a módok között, hosszas keresés után. Találtam madagaszkáros módot, és talán még a Madagaszkár 2-es modelleket is használták. Nem. Inkább azt tegyed meg, mit szólsz? Hát, hogy még kelleni fog nekünk az a first aid kit, attól tartok. Ne szórakozz velem! Túl jók voltunk? Futás, emberek, ellenkező irány. Igen, igen, a játék úgy van felépítve, hogyha túl jók vagyunk, akkor több tankot is dob ránk. Ez a... Director, Game Director nevű mesterséges intelligencia, ami úgy épül fel, hogy a játékosoknak a teljesítményét figyeli, és attól függően változtatja a játék nehézségét, hogy mennyire vagyunk jók benne. Ha szarok vagyunk, akkor elnéző a játék, ha jók vagyunk, akkor kíméletlen. Kapjuk el a grabancát. Úgy, és akkor most azt hiszem, hívelek. Hát muszáj. Na, én csak jól értem, hogy meghalt. Meghalt a tank. Meghalt a... Megölte a tank Luis-t, és mire visszasétált a pályában a Zoe játékos addigra respawnolt is, hát így sok értelme van. Hé, de erre van a hardcore, vagy hogy mondják a hardcore expert realizmus módja a második résznek, ami mondjuk egy kicsit overkill, in my honest opinion. Ott van hátul egy hunter, láttam ám. Nem csak egy hunter, egy smoker is. Ha! Ilyen ölelésre nem vágytam, ott az, ott a... Várj! Megöltem? Nem öltem meg. Várjatok! Még a boomer ott van, addig nem állhatunk meg. Nem tudom, hogy ott van, látom a boomert, köszönöm szépen. Boomer figyelmeztet a boomerre. Ez egy zseniális csapat. Hm? Még valaki? Itt általában szokott lenni egy pills a sarokban. Nincs, mindegy. Let's fucking go! Ennyi. Utolsó előtti rész. Mennyi ideje játszunk a játékkal? Mindenki elmegy közben, de nem baj, nem baj. Ez egy elég instant tartalékterv volt. Madagaszkár for dead. Bill, majd én megmentelek. Kell nekem a good karma. És... Ja nem, hülye vagyok. Nem! Bocsánatot kérek, még szokom a kontrolleres irányítást, nem szoktam hozzá, hogy PC-n kontrollerrel irányítsam ezt a játékot. Luis, kérlek, vedd fel az utolsó medkitet, menj a nézésem, hogy szükséged lesz rá. És vicc nélkül, köszönöm az ötletet, Karmondia, ha megtalálom, és tényleg nem egy Mandela effekt volt részemről a Madagaszkár módos bevillanás, akkor a Madagaszkár központú Left 4 Dead 2 streamet Madagaszkár 4 Deadnek fogom hívni, ennyi, kész. It's over. Nem tudom, az emberek, nem tudom, mint nézők, mennyire vagytok vevők a Left 4 Deadre, de én nagyon imádom ezt a játékot. Zseniális game, tényleg. És jön a horda, úgyhogy jobb lenne becsukni ezt az ajtót, és odaállni az ajtóhoz, a szélébe. No? Lehet, hogy lentről jönnek, lehet, hogy most a csapattársaimnak nagyon rossz, most úgy érzem. Igen, igen, tehát nem föntről jönnek, hanem lentről. Aha, igen, elszámoltam a dolgokat. Yes, indeed. Ne gyere közelebb. Csak a testemen keresztül.
Boomer. Boomer és Smoker valahonnan onnan. What? Igen, azt hiszem, igen, a falon keresztül is működik a lövé. Nem megyek utána. Hunter. Anyád. Anyádat azt. Valahol esetleg valami életadó vacak. Walker mögöttünk. Aha. Utánunk jött a frányája. Iki van perfect place. Mi? Ne tegyél úgy, mintha te lennél itt a rangidős. Mintha annyi perfect place lenne, amiből lehet választani. Tudom, oda megyek én is. Ezt használjuk a survival módban. Mindjárt megoldom. Come here, yes. Na emberek, ide be. Az ide be azt jelenti, hogy megváltoztatjuk a földön elfoglalt pozíciókat, és bejövünk ide. Értem? Madagaszkár. Madagaszkár 5 is looking amazing. De hogy még nincs vége. Nem jött még meg a lift? Még már ideje lenne. Where is my lift, amigos? Leggyerek barátabb Madagaszkár játék. Oh! That was close. Valaki? Nem, nincsen tank. Ne szállj be. Hunter van, az van. Tank majd talán fönt lesz. Maybe. Probably. Possibly. Miért AFK mindenki? Gyere. Gyere már. Nem kell megvárnunk, hogy jöjjenek a kedves special infectedek. És ne tegyenek minket láb alól. A legcsodálatosabban szexisebb módokon. Ez csak by the way. Nem tudok beszélni, sajnálom. B volt, talán N? Nem tudom, mindegy. Viszont tetszik, hogyha akarnám, akkor egyszerre. Tényleg, hogyha a kontrollerbe van kapcsolva. A kontrollerbe van kapcsolva, akkor nem tudok csetelni. I mean of ping, Left 4 Dead 2 was better until servers died. Mi a francról beszélsz? Left 4 Dead 2-vel a mai napig rengetegen játszanak, you stupid! És valószínűleg lesz tankom, ne aggódjon. Should be a matter of time only. Egész jól megy kontrollerrel ahhoz képest. Szerintem nincsen benne autóim, de annyit játszottam ezzel a játékkal, hogy minden zsigerből jön. Itt lesz a tank a végén, biztos vagyok benne, tehát itt nem ússzuk meg tank. Mondtam! Utálom, amikor igazam van! Vigyázzatok! Viszont akár be is, várjuk csak! Mögöttünk van a tank! Mögöttünk van a tank! Tudunk menni a safe roomba! Még veled, bot! Nem! Gyere! Gyere, te szarházi bot! Gyere! Ez nem történik meg gyakran. Kétségtelen, ez nem történik meg gyakran. 69, tökéletes, absolute perfection. Ennél jó, nagyobb perfection nem is lehetne, mindezt két bottal, advanced módban. Gyönyörűséges, ennek örömére meghílellek, bot. Érezd a törődést. Meg kell ünnepelnünk ezt a rendkívüli eseményt. Mi? Azt hittem, hogy autósárgán van nálam. Na jó, hát akkor emberek, itt van a... Ez az utolsó pályája a kampánynak konkrétan, tehát ezzel befejezzük az első kampányt, csak hogy tudjátok. Annak mondom, aki esetleg nem ismerné ezt a zseniális, kínó jellegű játékot. És igen, bárhol lehet tank. Kapásból az elején is, ha nagyon jók vagyunk, ha túl jók vagyunk.
Várjatok, megoldom. Ura vagyok a helyzetnek. Gyere ide. Gyere ide. Gyere ide szépen. Ide jössz. Gyere ide szépen. Jó fiú. I am so proud of you. De szerintem ő is tudja, hogy mi a dőkés. Jó van. Megbeszéltük. És nem tud visszajönni. De meg fog halni a tűztől. Don't worry. Belehal a tank előbb-utóbb belehal abba, ha nem tud minket elkapni. Ajaj, Humer. Te hol? Humer. Hallok ám. Miért szaggat a játék? Ez egy 15 éves játék, nem kéne szaggatnia. Emberek, hol vagytok? Vagyis, hogy bot, két bot és az egyetlen másik emberi játékos, hol vagytok? Ennek annyira... Jó. Ó, hogy magára robbantotta a bumert? A szerencsétlen, jó van. Nem baj, nem baj, nagyon jó voltál idáig. Don't worry. És akkor most jön az a rész, amikor megment... Igen, az a baj, hogy ha a bot a létra megmászása közben kapja előtt, akkor elengedi automatikusan a healed karakter a létrát, leesik, és full damage-ben részesül, tehát igen, kicsit autista a bot ebben a tekintetben. De hát ez a Left 4 Dead élménynek a részét képezi. Nem tudok, jó. Semmilyen inputot nem tudok csinálni, amíg bocsánat, controller módban vagyok. Pillanatot kérek még, amíg ezt felszedem. Sehol sem találtam viszont... Második pisztolyt, ami érdekes, vagy csak nem kerestem. Ajaj. Ácsi, wait, I'm doing this. Jó, van itt, van még ott, ahonnan ez jött, ott fos. Jó, még valaki? Mondjuk ezt nem kellett volna csinálni. Azt a tankra kellett volna elrakni, attól tartok. Ellentétben a pipe bombbal, amivel annyira sokra nem megyünk, a tűzes alapú fegyverek azok eléggé fontosak lettek volna a tank ellen. Nem jelentik tellen fontosságú eszközök advanced módban. Ti meg maradjatok is ott. Jelentem Connor. Connor X közben visszajött. Ennek örülök. Viszont valahol van itt még egy smoker, ami nem jó. Várjatok meg, van mindenre vagy gyógyír. Várjatok. Yes. Set all pipes. Yes. That's a thing I did. Nem kell beszarni, annyira nem fontosak a pipe bombok. Nem akarok... Nem kell legnehezebb mód. Nem tudom megszavazni, mert nincsen beállítva a kontrollernek. Nem. És csak ezért állítsam magam vissza keyboard módra, hogy a faszkodásait ne kelljen. Amikor azt... Figyelj, az a helyzet, kedves Bill karakter, hogy csak azért, mert most jók vagyunk, ez nem jelenti azt, hogy nem dolgozhat el bármikor ez a szituáció katasztrofális módon. A Left 4 Deadnek az a lényege, hogy dinamikusan változik a játékmenet, ha nem figyelünk oda kurvára, csak egy fél másodpercre is rankad a figyelmünk, akkor végünk van, mint például nekem most. Tehát, hogy nem, csak azért, mert egy kicsit jól mennek a dolgok, nem állunk neki flexelni, hogy átállítsuk magunkat a legnehezebb módba, főleg nem két bottal. A játék nem így működik. Valahol van itt egy boomer viszont. Felém jön. Vagy nem felém jön. Vigyázzál, Connor, mert ledob az épületről, és abban nem lesz, köszönöm. Ha! Szóval itt... Nem. That's illegal. Nem igaz. Jó, tudod mit? Maradj ott. Egészség. Boomer. Somewhere.
Not sure where. Oh, bug me. That hunter screams like SpongeBob. That's a statement. Hogy megmentelek. Hagyod, hogy megmentelek. Nézzük csak. Oké, jól van. Megmondtam. Pontosan az történt, amire számítottam. Ja, legalább a pillanatokban, ha kákik leszünk, akkor az egész elszáll úgy, ahogy van. De örülök, hogy legalább ti ott fönt jól szórakoztok. Miért akar a bot mindenáron a géppuskához nyúlni? Az nem egészséges ebben a módban. Ajaj, most fogja elkapni a Hunter a botot, pontosan. I am a fucking parafenomén, idegen rottó ötösöm. De szerencsére olyan zseniális vagyok, hogy megmentem mielőtt befejeződnek a segítségért kiáltozó dumái. És egy másik smoker van valahol. Már azóta 600-szor újra spawnolt a smoker. Emberek, készüljünk fel a következő tank áradatra. Az utolsóra, ott egy Hunter. Itt elé kapjuk a Graboncát. Madagascar 5 is the game of game ever. Boomer, valahol. Mögöttem. Még egy smoker. Of course. Óvatosan, csak visszafogottan, csak higgadtan, csak koordináltan, minden rendben lesz, talán, valószínűleg, ideális esetben. Ó, köszönjük néked, Sárvári Termál Kristály! Mi? Eltaláltam? Hú, az meg előttem van, aj, az meg nem látok. Előttem és mögöttem. Nem ideális, itt a tank is. Valaki elkapott meg. Ez a tank? Ó, szia! Long time no see. Mi lenne, hogyha lőnétek? Ez az! Close enough! The call was close enough! Azt tudjátok mit? Várhatunk. Emberek, háttérben meghal Zoe. Don't mind him, her. I mean, hát ki tudja valamság mi a neve? Neme! Axék! Nem hagyunk itt senkit nem hagyunk hátra, Faxék Morans. Ez az, kezdődik a Left 4 Dead Experience, amikor egymást ok nélkül baszkuráljuk a játék randomsága miatt. Csak azért, hogy történt valami véletlenül. I swear I heard Jockey. Nem, nincsen Jockey ebben a játékban. Gyertek! Beugrasz szépen! Ja, fasz csinálsz, te szer... Ez az! Ez a Left 4 Dead Experience, emberek! Amikor egy pillanatra olyasmit történik, amire nem számítottunk, Rexelni sincs kedvünk, és van valami öntelt fasz, aki azt hiszi, hogy azért nem segítettünk neki 0.5 másodpercen belül, mert nem voltunk hajlandóak, és ezért kicsinyes bosszúját az amúgy remekül kooperáló csapat maradékán éli ki. Now that's the Left 4 Dead Experience, amigos. Az zöld izé Julian király mambója, amivel nyakon öntött, mangója, amivel nyakon öntötte a rendőrnőt. Igen, pontosan. Ez már a Madagaszkár 6 története, ahol Motomoto lepaktál a zombikkal, hogy elrabolják Glóriát, de Melman világuralomra törés, csak a francia sziszák menthetnek meg minket. Fair enough. Az a helyzet, hogy minden emberjátékos kilépett, de még van egy inaktív játékosunk, ezért nem tudom kihagyni a stáblistát.
és nem láttam, hogy mennyi idő alatt sikerült teljesíteni a kampányt. Minden esetre váratok? 42 perc? Legyen 40. Igen. És ez az a típusú játék, melyet játszva egyáltalán nem tűnik fel az idő múlása. Tehát már eltelt 42 perc azóta, hogy befejeztük a Madagaszkár 3-at. És elkezdtük a Madagaszkár 7-et, mindenki kedvenc Madagaszkár élményét. Na jó, én azt mondom, csapassunk még egy kampányt. Ezt a szobát bezárom, mert a másik ember úgyis offline. És esetleg megnézzük, hogy... nem, nyitunk egy újat, mindenképpen nyitunk egy újat. Még egy kampányt csapatunk, és utána elintézetnek tekintjük a Madagaszkár kvótát. Nem fogjuk az összes kampányt kijátszani, de végig visszük a második kedvencemet, ami nem más. Mi annak a vége? Az nem, nem. Mindegyik jó, félreértés ne essék, mindegyik nagyon jó, de nekem a második kedvencem a játékban az ez. Úgyhogy, let's fucking go, még egyet. És utána búcsút intünk a csodálatos Madagaszkár franchise-nak. Én azt mondom. Két kampány. 20-80 perc hozzáadott művészet történeti tartalom a Madagaszkár streamhez. Hát így is izgalmasabbnak érzem a napot, mint Madagaszkár 3 alatt bármikor tettem. It's time to go. És várjunk csak, normálban vagyok? Mondjuk 3 bottal... Nem. Pillanat. Nehézségváltás. Milyen haladó. Yes. Hivatalosan is haladók vagyunk. Nem lacafacázunk. Az a baj, hogy ha én meghalok, akkor újra kell kezdeni a pályát. Mert nincsen másik emberi játékos a szerveren, aki tovább tudná vinni a stafétabotot. Ebből a szempontból remélem, hogy legalább még egy ember becsatlakozik, de... Ha nem, akkor csak vigyáznunk kell, I guess. Az utangol. Tehetoha? Annak valami más néven megnevezése van rájuk. Tesetosza, bazd meg! Tesetosza, tohonya, mi haszna honpolgárok, még azt sem tudjátok ordítani, hogy sziszá. És Tétó, te már az előbb is becsatlakoztál. Nem új legény vagy, aki talpon van a vidéken. Nem, te ismerős a neved nékem. Indeed, egyetértek. Szedjünk el mindent Tétó elől. Más jelleg... Várjunk csak. Az egy pálya... Ja, oké. Tehát, hát ha még az első pályában nem lesz tank, de nem ígérek semmit. Na, Boomer, de hol? Hol vagy te, fránya? Perna, hajd el, még szerencse, hogy a botnak röntgen szeme van. Igen, itt most kéne elővennem a pipe bombot, mielőtt ideér a horda. Az egész játék soundcube-ra épül, és a smoker is megérkezett, köszönöm. Most jön az a rész, amikor segítetek, mielőtt meghalok. Köszönöm. Ja. Pillanat, csak egy pillanatot kérek, amit újra töltök. And we can go now. A smokert meg nem ölte meg senki, de nem is baj. It's not really a problem. Fenomenális. Abszolút efe. Bírom, hogy még a legmagasabb, legmenőbb, legzseniálisan zsírabb grafikai felbontáson és részletességen is előttem spawnol be a kő. Ami a pálya részét képezi. Gyere már be! Gyere be! Jó, nem baj, legalább betaláltál. Jobb később, mint soha, jobb korábban, mint később. Az alagút. Mi az, hogy... Ja, hogy nekem mondod, hogy use your first aid kit. Azt hittem, hogy magadnak. Hé! Zoe, mondja Zoe magának. Use your first aid kit. Nem emlékeztem rá, hogy skizofrének a karakterek ebben a játékban. Bár a történeti kontextust figyelembe véve
nem elképzelhetetlen végül is, hiszen az egyik kampányban van félnőzőt karakter a játékban, akit nem mellékesen a TF2-es scoutnak a szinkron színésze szinkronizál. Igen, a Chirp Guy-ról beszélek, mielőtt hardcore Left 4 Dead játékosok felvonnák a szemöldöküket, és szinte biztos lesz egy tank. Ó, van helyette Witch! De tank is lesz valószínűleg. Igen, de nem itt kéne kimenni, hanem egyel arrább. Hogy ne egy leeséssel kezdjünk! Bot! Tereld el a figyelmét! Ups! It was not intentional. Hol van a Witch? Oh! Hol a Witch? Imádom, amikor azért réskvitelnek a csapattársak, egy fél másodpercig nem néztem rájuk. I love it! Nem baj, majd jön valaki más. Mindig jön valaki más. Emberek, ide kéne jönni szépen. Készen álljunk az áthaladásra. Na? Hogy? Egyétek meg szé... Ó! Oh. Ó! Oh. Bocs, botok! Tereljétek el a figyelmüket! Nem szokásom ezt csinálni, de mondom, ha elég gyorsan megyek, akkor elé tudok vágni a mesterséges intelligenciának, ami a zombik spawnolását irányítja. És... Ó! Oh, 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 számítottam rá! Kellemetlen kimenetel. Sajnos, sajnos, elszámoltam magam. Ó, azt hittem, hogy ki tudom. Azzeg. Epikusan. Hát lehet, hogy sikerült volna epikusan átugrani rajta. Hogyha nem fordulok vissza és nem ijedek meg egyből. Csak az a helyzet, az a kellemetlen helyzet áll fenn, hogy a tankot úgy programozták be az első játékban, hogy addig csapkodja a földön lévő karaktert, amíg életben van, ami azt jelenti, hogy igen, ez történik. Nem ideális, azt kell, hogy mondjam. Sajnálom, hogy elment a másik játékos, mert akkor most vigyáznunk kell konkrétan. Pro gameplayt kell csapatnom nektek. Ez már nem az a csapat, aki az előző, igen, előző kampányban összedolgozott. Nem vicceltem, amikor azt mondtam, hogy ez egy ritka esemény volt. Ritka, gyönyörű esemény volt az együttműködés. Nehogy azt higgyétek egy pillanatra is, hogy a játék majd meg fog könyörülni rajtunk csak azért, mert itt véletlenül meghaltunk. Ugyanolyan nehéz lesz a többi próbálkozásban is. Viszont most igen, tehát meg fogom... Mondjuk a boomer ugyanott jön föl. Meg fogom várni kedvesen a botokat. És nem fogok előre szaladni. Mert nincs menekvés. Amúgy hol volt a Witch? Egyáltalán az sosem derült ki. Ó, megtaláltam a Witch-et! Ideális! Nem. Ide följövök. Csak ide. És majd a többit ti elintézitek. Ezt még odarakom, és akkor talán... Szerencsétlen! What are you doing? You are... Ugye... Marha! Idióta! Ez az! Gratulálok! Neked is! Ez a true bot experience! Do you feel amazed? Az igaz Left 4 Dead experience! Spyro Guy megvédte Zoe-t! Könyörgöm! Próbáljatok úgy tenni, mintha nem lennétek fogyatékosak. Hé! Head kid! I'm so happy! Ez nem jó. Ez mondjuk nem jó. De azért valamire szükségem van, valamilyen emberi pajzsra. Ó, van. Nagyon szíves lesz, hogy thanks for coming back for me. 3 centire mentem el, ne dramatizáld már túl. Igen, itt vagyok, gyere.
Most már mehetünk? Vagyis, hogy bocsánat, kérdezve kellett volna feltennem a kérdést. Most már mehetünk? Not good, not good. Aj. Nem. Bízok a probléma megoldó készségetekben. Attól tartok, hogy onnan lentről is fel tud köpni, szóval nem kéne megvárni, hogy följöjjön. Hol vagy te, fasz? Ott vagy. Aj, ott voltál pontosabban. Nem állok túl jól lőszerükben. Nem figyeltem. Mondom őszintén. It's been a while, de azért megvannak a jó left forward-es reflexeim. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, shit. Nem baj, nem baj. Egy kis önnehezítés a controller módban. Ezt gyorsabban is tudnám spammelni itt a lövést, hogyha... Na ácsi. Tank? Damage hangokat hallok, de nem, jön a tank? A tank benne van a... Hallom a tank damage hangokat, de a tank még nem vett minket észre. Ami azt jelenti, hogy a játék a tankot tűzbe spawnolta bele, és meg fog halni. Hát meg kell várnunk, hogy megdögöljön a tűzben. A tűzben bespam volt tank, mi a franc? Nem is hallom már. Nem jó ez itt. Wow, please! Emberek, kéne nyírni a smoker-t. Nekem meg lőszer kéne, de nagyon. De most a tank az komolyan meghalt a tűzben? Van itt valahol tűz? Van itt valahol tűz, ahol ezt le tudom bazni? Van itt valahol tűz, ahol ezt le tudom ellenőrizni? Please, valaki! I beg you! Köszönöm. Bazd meg, és tényleg! Játék beleszpamolta a tűzbe a tankot, és beledöglött. Köszönöm. Igen, ez a hétköznapi Left 4 Dead experience, amikor botokkal vagyunk, és éppen csak sikerül elkínlódni magunkat a következő szép roomig. Éppen csak, és ahogy ismerem a community-t, meg a random embereket, bementem, meg fog ölni engem. Nem öl meg, meggyógyítja magát. Milyen kedves? Hát nekem is hagy gyógyítani valót. Most jön az a rész, amikor segítetek. Excellent job! Én maradtam az egyetlen néző. Feels cool to be alone in Madagascar, csak kicsit több a zombi, mint emlékeztem. Alone in Madagascar, indeed. Azért a poszter ragasztás ennél izgalmasabb volt ismerve. Régi sztárról. Jedi Akadémiával játszottam, ezekkel amiket felsoroltál mind játszottam. Elkezdtem játszani a Jedi Outcast 2-vel is Switchen. De nem jutottam benne sokkal tovább az első két pályánál, mert nem voltam oda a tényért, hogy kicsit ilyen old game hardos a játék. Tehát, hogy nem egyértelmű az, hogy mit kell benne általában csinálni. És megmondom őszintén, videó playthrough-t, walkthrough-t kellett néznem arról, hogy meg tudjam, merre kell menni, amikor már egy órát töltöttem az első pálya második felében keresve a keycardokat. Hát kicsit elszoktam a régi játékok, régi jellegű kihívó faktoráról, ahol sehol és senki nem mondta el neked, hogy... Nem azt mondom, hogy nem mondták el, de nem nagyon kötötték a játékos orra alá azt, hogy hol mit tud csinálni. Megölted? Jó, akkor ügyes vagy. Oh. I am sorry.
Milyen mázlink van, jön egy tank, ahogy az lenni szok. Hol? Leave my friend a... Leave my friend alone! Oké, most van az a rész, amikor elfogadok egy kis hilfét. Köszönöm. Én minden nap, hogy odaadnád azt a medkitet. Please. Köszönöm. Hé, Kumán, nem te voltál itt az előbb is egészen véletlenül? Hm? Én nem foglalkozom vele. It's your problem, de úgy látom, tudjátok, hogy merre hány óra, hogy mi a dörgés, úgyhogy... Nem is. I won't even bother. Na tessék, megint full szerveren vagyunk. Wow! Fuck! Nem baj. Ez nem volt jó ötlet. Hunter is van. I am retarded, I am sorry. Ott a tank! Még nem aktiválódott, bazd meg! Legyek troll. Legyek troll. Leszek troll. Nem, nem leszek troll, hanem... Ne menj! Minek mész oda? Lőtt szét a... Én előbb lőttem meg, haha! Gyertek föl! Advanced-en vagyunk, ez nem játék! Vagyis, hogy ez egy játék, de... Ez nem... Ez nem lacafacázás, ez nem... Ne lőjétek! Advanced-en vagyunk, ilyenkor futni kell! Az meg. Nem baj, leterelje a figyelmét. Most lehet lőni. Míg a földön van egy játékot. Most lehet lőni. Most jön az a rész, amikor tovább lőjük és szaladunk tovább. Az elég ilyen retardát és nem akadtam volna az ajtóba. Nem, igazad van, Carmondia. Sokkal izgalmasabb volt a Madagaszkár 3 poszterragasztós játékmenete. Igen, absolutely. Right! Azt a kurva. A légyreflexet... Mi a fasz? A légyreflexes mindenségét neki! Árja! I'll figure it out! Na ez! Ez Left 4 Dead Experience a javából. Amikor a játék mindent hozzád vág, amit csak talál a tarsójában. És nincs menekvés. Hát bocsánhatok meg nekem, de ezt elhasználom. I'm afraid I need it. Mint mindenki más. Nem! Húha, anyátokat nem fogtok kaszkodni vele. Közben, hát ezért megérte. És ott van Zoe. Árjatok, kell nekünk a bot. Szükségünk van rá. Közben jön a boomer is valahol. Már megint. Fokat szólra immáron. Gyere bot, menjünk együtt! Hallok én... Ó, oh, vigyázzál, vigyázz! Ez az, sétálj bele a tüzembe! Not the good kind of tűz. Nem? You are denied. Te is, mindenki más is. Na itt aztán vigyázunk. Mert nagyon... Jó, most ezt... Azt akartam mondani, hogy vigyázzunk, mert elszabadulhat a pokol, de az egész játék arról szól, hogy elszabadul a pokol, szóval ezzel sok újat nem mondtam, viszont nem ártana. Lehet nem ártana nekünk a izé. Úristen, várjál, hol vagy? Bill. Állj és ne tovább. Részemről a szerencse örömömre szolgált. Azt én elviszem, leszek én a field medic, Zoe nem kap medkitet. I'm sorry. Emberek, ha készen álltok, ha nem, indulunk. Jönnek a speciálisok, csak vigyázat. Fatosat! Szerintem találtam egy speciális. És most eldobom, és most futunk. Mindenki fut, kurvára futunk. Mondom, futunk! Emberek! Nem egy helyben ácsorgunk, mint a faszok, hanem futunk!
Every man for himself. Ó, oh, bocs, bocs. Orosz ember. Gyere, gyere. Gyere be. Nem. Értem, hogy íg benned a testvéri szeret. Nem. Nem fordulunk vissza a botért, nem kockáztatjuk az életünket. Becsukjuk az ajtót. Én felhírelem magam. Botot meg megoldja az újonnan szerzett barátaival az ügyes bajos problémáit. Ne aggódjatok, sokat nem kell várni. It won't take long. És igen, át tudunk lőni az ajtón. It's okay. Ennyi volt, kérem szépen. Ez a játék nem játék. Hát ez a játék játékabb játék a Madagaszkár 3-nál. Vagy, ó, bocsánat, akarom mondani, a Madagaszkár 3 a játék valaha. Absolutely. Maximally. Maximilian, na jó, tessék. Elhasználtuk? Nem használtuk el. Ó, nem, ha ember vagy, akkor kapsz. Ha ember vagy, akkor kapsz őt. Akkor rászolgáltál. Hát lehet, hogy elpazaroltam, de nem baj. Mi ez a laggolás? Ez a easy módot az easy módot bátorkodtam bekapcsolni az autósávben használatára, amivel kontrollerrel csapatom az ipart, és nem tudok annyira jól célozni, mint hogyha izén lennék. Billentyűzet keyboard kombón. Nem akarok azért nem akarok billentyűzet keyboard kombón játszani, mert nagyon hallatszik szerintem a streamben, ahogy koptatom a billentyűzetet. Szóval, mi az, hogy mindenki kezdőik? Mindenki most szereti meg az első achievementjeit? Foxkos. Nagyon vicces. Ha? Hol? Hol a boomer? Hallom a boomert, itt van valahol. Itt nem öltük még meg. Mindegy. Tekintsük elintézve. Anyád! Nem baj, itt a izé. Ledge! Így jó lesz. Pontfos. Kérdben tartom az ügyet. Átjöttünk ide. Sokkal jobban tudjuk védeni ezt a tetőt, mint hogyha az erdőben maradtunk volna. Nekem nem kéne fogyatékosnak lennem, hogy mindenkinek belesétálok a tüzébe. Én vagyok az 500 órás és én játszom a fogyatékosat. Itt teljesen normális. Na. Utolsó előtti pálya, kérem szépen. Mindjárt vége. Ó, Pills. Mi kell kétszer mondanod? Hát megetted előlem. Szabad ilyet. Van itt minden, kérem szépen. Au. Jó, Boomer. Na, Boomer. Nem érdekelsz. Mindenki képben van, ezt szeretem. Nem baj, csak azért sem fogunk több pályát játszani ezután, mert most már azért. Wow. Pillanat. Mindenki haldokli? Itt? Mindenki. Aggódj, megmentelek, I think. Megint hallok egy boomert. Nagyon gyorsan respawnolnak, nem mondom. Mert el is felejtettem, hogy milyen kegyetlen ez a játék. Van egy rossz hírem. Én is kegyetlen vagyok! Szóval egymásra találtuk. Ajaj. Mindjárt reagálok a smokerre is, csak elég sok mindenre kell reagálnom egyszerre. Ez egy tökéletes antitézise a Madagaszkár 3 játéknak ez a játék. Boomer, hol vagy? Nem jó, itt van a tüzés alok mögött valahol. Gyertek, most olyan az a rész, amikor futunk. Ez, oh! Mindenki tudja, mi a dörgés. Ezt szeretem. I like the sound of that. Üdvözlök mindenkit ebben a csodálatos Madagaszkár 8 streamben. Ennek keretében dimenzióugrások közepette megtudjuk, hogy kiről klónozták Gloria unokájának az ikertestvérét. Gyere! I believe in you. Az mi volt?
mi volt az a megállás a levegőben? Mi ez egy 80-as évekbeli szitkom? És az utolsó pályához is elérkeztünk. Sok már nincsen hátra. Főleg, ha mindenki végzi a dolgát úgy, ahogy kell. Én pedig... a... Field Medic szerepét betöltve szépen felhívlak mindenkit. Már úgy látom, nem is kell, még kérnem sem kell. Most látom, hogy egy teljes emberes szerverben fogjuk befejezni a kampányt. Isteniál! Még nem tudom, miért befők megállás nélkül, lehet, hogy túl sok csak fizet ittam. It's a thing that happens. Játszom itt a marhát, előre rásolok. A végén még... a saját szerveremből fognak bannolni. Az milyen vicces lenne, ha bannolnának és visszakerülnének a lobbyba, mert én voltam a host. Kicsit él bennem a Sonic Speedrunner. A bennem lakozó Sonic Speedrunner előtörni készül. Of course, my old love. Motomoto megérkezett. Megpróbálok fölmászni, de hát ha nem hallok meg instant. Az anyádnak a... tudod miért. Most elugrunk. Tartsam be ide. Ez az, tudjátok mi a dörgés. Yes, of course. Csodálatos csapatmunka volt. I'm so proud of us. És egyre jobb. Nincs megállás, nincs menekvés. Don't stop. Just go. Don't blink. Don't think. Just go. Oh, hello there. You are denied. Gloria orosz unokaöccse segít megmenteni őt Motomoto zombi hadseregétől, aki visszajött három univerzummal korábbról a jövőből. Vagy hogy is volt az X-Men filmnek a címe? Az eljövendő múlt napjai. Tehát most komolyan full damage-eltem magamat? Mindenki tudja merre, nem foglalkozunk a Witch-el. Megyünk, ha tudunk. Azt a rohadt. Valaki? Boomer? Nem? Gyertek! Azzeg. Hogy what the hell are you doing, Francis? Próbálok megmenteni téged, azt a health csinálom. Fedezzetek! Fedezzetek! Szükségünk van rá! Szükségünk van rá, különben nem fogjuk túlélni a finálét. Gyerünk ma! Fasz meg! Még mindig innen van a boomer! A fasz! Hol a boomer? Gyerünk már! Mögül leszed le! Ez az! De valaki már ettől is réskitel. De bazeg, ez a játék ettől izgalmas! Halál közeli élmények tömkelege! Ez az! Ez a játék! És nem réskitelünk csak azért, mert egy pillanatra úgy tűnt, hogy ott hagy a csapattársunk. Mert lehet, hogy csak egy jobb pozíciót próbál felvenni, ahogy én is csináltam. Nem hagytam volna ott, mert nem biztos, hogy respawnol, hogyha visszajövünk ide. Hát azt hiszem. Aha. Nem bánnék egy pills-t valakitől. Megtalálok egyet. Pills, hello. Pills. Anywhere? Pills. No? No pills for Spyro? No? Semmi? Hát akkor mindegy. No pills for Spyro. Set face. De... bejöttök ide szépen, ez a legjobban védhető hely. Egész pontosan... ez a rész. Becsukunk minden ajtót. Mondom, igen, följössz ide! Hát ez a legjobban bevédhető rész! Le! Ide jövök! Vagy akár hátra. Kilövünk egy darabot az ajtókból, hogy lássuk, mikor jönnek a... ott is jön valaki. Kedvesen próbálja tiszteletét tenni, és
beszélni nekünk Urunktól és segítőnkről Jézus Krisztusról. De mi ebből nem kérünk, mert ha már három telemarketinget is le kellett csapnunk telefonlecsapási hadműveleteink keretében. És most jön az a rész, amikor rohadtul figyelünk, mert a sorsunk a saját kezünkben van. Na? Oh, wow, wow, no, azt a kurva! Pedig azt hittem, hogy már kétségbe kell esni. Ez nem jó, ez nem jó! De, hey, hát ha tud magára vigyázni. Hát ha reprodukálni tudja az eddigi csapatmunka hányadosát. Csapatmunka Matrixát. Ajaj, egyszer egy fél másodpercre fordítok hátat, és már... Aludnom kell a képességeimben. Madagaszkár 7 az eljövendő múlt... Ha megint ott vagy? Az eljövendő múlt zombi hadserege Vígjáték 2 Motomoto visszatér. Stop with the Motomoto fétis, Karmondia! I was joking, don't stop. Don't ever stop. Tell me that I'm chunky car- Oh! Tell me that I'm chunky, Karmondia! Tell me that I'm big and chunky! Komolyan, biztos, hogy van olyan mód is, ahol a big and chunky be van rakva a tankzene alá. 110%, nem hiszem el, hogy nincs. Ez az! Oké, velük foglalkozz. That's the power of teamwork. Let us show you that creep, the real super power. Let's show... Nem, hogy is volt, nem igaz? Alright then. Let's get ready to do this. You show that creep the real super power of teamwork. Még egyszer, emberek a hátamat, valaki néz a hátamat! Nem fog kiparadni, nem. Csak a seggemet. Majd én védem a tiédet, így egyszerű. It's better this way. Mi a fasz? Volt az a no scope. Nem érzem hasznosnak magam. Sokkal inkább egy hasznos idiótának. Lejövök ide mellé, egyszerűbb. Ő precízebben tud lőni, mint... Ne menj lejjebb, ott már elkaphatnak a mindenféle speckó. Super speciális lények, akik köröznek körülöttünk. God, I fucking love Madagascar 3 so much! I love Madagascar 3 so fucking much! Game of... Na, sikerül. Sikerült neki. Hittem benne és sikerült. Lassan tankidő lesz. Igen, túl nagy a csend. Igen, most jön ez a rész, amikor tényleg kéne nekem egy pilsz. Tényleg elfogadnék egy pilsz. De tényleg... Nem érzem magam biztonságban. De most már végképp nem, mert nem szóval ennyire elmennem előlük. Ezek itt életüket áldozzák azért, hogy megmentsék egymást, meg itt faszkodok a pályában pilzt keresve. Itt vagyok. Don't worry. Ah. Nélkülözhetetlen része vagyok a csapatnak, viszont a rescue vehicle a túloldalra fog jönni. Ide kell... Nem. Ide kell egész pontosan állnunk, és innen tudunk beleszállni. Nyomotok a Hunterre. Nem lenne vicces, ha a győzelem előtt... Mondom, a győzelem előtt elkapna valaki. Ha! Too little, too late, smoker! Kimondtad az F-bombát. Shame on you, így már nem lesz családbarát a stream. Igen, mert idáig Madagaszkár 3-aztunk, tehát hogy ez a legjobb Madagaszkár játék ever. Főleg a kooperatív, dinamikus aspektusa miatt a Madagaszkár 3 egy abszolút megkerülhetetlen cím. Mindenkinek ajánlom a kipróbálását. Steamen megvehetitek rendszeresen nevetséges
mértékben leárazva. Mennyi ideig tartott? 32 percig tartott ez a pálya. Köszönöm nektek, csapattársak, hogy itt voltatok, nem hátráltatom tovább a előrehaladásotokat. Viszont azt még megnézem, ezt most a csapattársainak szántam, nem nektek. Igen, 3 óra 24 percnél tartunk. Úgy gondolom, hogy most már sikerült egy olyan szintet elérnünk a livestream hosszát illetően, ami már akár vállalhatónak is nevezhető. Mondjuk, azt nézem, hogy 3 óra 25 perc. Nem fogjuk megvárni a 30 percet, mert így is épp eleget húztam az időt. Nem élek vissza a türelmetekkel és kompromisszum készségetekkel. Csak kíváncsiságból megnézem, egyetlen egy ember játszik túl. 786 ember játszik a Left 4 Dead-del. Van két darab versus szerver. És mindenki, olyan szakértő mond. Nem. Köszönjük, ennyi így elég lesz. Hogy mi lesz a következő stream, abban nem vagyok egészen biztos, mert én a hosszú hétvége további részében rá fogok izmozni az újrakezdett videó fejlesztési munkálataira. Nem ígérem, hogy be fogom tudni fejezni, valószínűleg erre nem fog sor kerülni, de szignifikáns előrehaladást akarok benne elérni. A következő streamet meg az fogja befolyásolni. Az a helyzet, hogy a következő streamnek a tematikáját az befolyásolja, hogy hogyan sikerül befejeznem a kövi videót. Mert hogyha a kövi videó előtt osztolok egy streamet, van tervem a kövi videó utánra közvetlenül, de ezt szerintem már elmondtam az előző streamben, és van egy másik attól független stream ötletem is, amit akkor fogok eszközölni, hogyha esetleg a következő videó nem készül olyan gyorsan, mint szeretném, és még azelőtt lenne kedvem hostolni egy másik játék streamet is. Nem tudom, hogy pontosan mi fog történni, majd meglátjuk, de tudjátok mit? Nem fogok köntörfalazni, meg álságos kürtös kolácsokat árulni, elmondom. Ha a következő videót sikerül lépkézláb módon befejeznem, akkor a Disney Dinosaur-t fogom streamelni Dreamcast-en emulálva, a Ubisoft Montpellier jóvoltából. Igen, a Disney Dinos fölülnézetes RPG elemes játék, akció kalandjáték mizériát. Ha pedig nem sikerül az általam elvárt időben bizonyos szintig eljutnia a videónak, és végül nem sikerül akkor megjelennie, amikor akarom, hogy megjelenjen. Mondjuk ez badarság, mert tavaly decemberben kellett volna kijönnie a videónak, 4 hónappal ezelőtt, mindegy. Akkor pedig valószínűleg, nem biztos, de valószínűleg reális esély van arra, hogy Mirror's Edge Catalyst-et fogok streamelni. Ha már az első Mirror's Edge játékot lestreameltem, és itt van ez a faszántos számítógép, akkor miért ne streameljem le a második részét is? Ami grafikailag érdekesebben... Ez egy komplikált kijelentés lenne, inkább nem megyek bele ebbe a mocsárba, ezt most nem kezdem el. Minden esetre igen. A Mirror's Edge Catalyst-ot életemben egyszer vittem ki, ez volt azt hiszem az első játék, amit kivittem az Xbox One S-en, amikor beszereztem. Az egyik első fizetésemből, ha jól emlékszem. Az a verzió viszont, ha bár játszható volt, nem nézett ki úgy, ahogy a játék kinézett a trailerek és a screenshotok alapján. És nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy kimaxolt grafikával hogy néz ki az a játék, szóval szinte biztos, hogyha nem sikerül időben befejeznem a videót, akkor Mirror's Edge Catalyst stream lesz. És ha sikerül befejeznem a videót időben, akkor viszont Disney's Dinosaur stream lesz először, de a Mirror's Edge Catalyst stream az így is meg fog történni, csak nem azonnal, hanem valószínűleg azután, az azt követő közeljövőben, vagy közvetlenül utána. Nem tudom, de per pillanat, ezen szent pillanatban, 2024. március 29-én 21 óra 59 perckor ezek a terveim, de a terveim mindig változnak, mert az élet mindig procedurálisan generálja nekem az éppen aktuális narratívát, szóval nem tudom, hogy végső soron mi fog történni holnap, vagy egy hét múlva, vagy 10 perc múlva, de per pillanat ezek a terveim. Igen, kellemes ünnepeket mindenkinek, motomotó legyen veletek, én sem mondhattam volna jobban Karmondia, és most, hogy elérjük az utolsó percét a streamnek, azt hiszem megragadom ezt a csodálatos alkalmat arra, hogy elbúcsúzzak tőletek, és megköszönjem nektek megtisztelő, türelmes figyelmeteket. Elnézitek ezt az ipsét, ahogy össze-vissza hadovál, és próbálja kinyújtani ennek a csodálatos
mindenség játékának idő előtti befejezése által generált üres terep. Nem. Soha nem lesz két óránál rövidebb stream ezen a platformon, ezen a csatornán. Erre megesküszöm nektek. Ha addig élek és ha belepusztulok is, akkor sem fogom ezt hagyni. Ezt a status quo-t elérkezni. És igen, jól sejtitek, mindenki jól sejti, az a két egész ember, aki még nézi ezt a streamet, most jön az a rész, amikor elkezdek össze-vissza pofázni, hogy kitegyek még legalább 30 másodpercet a 3 óra 30 perces markerig. Úgyis az lesz, mint a Harry Potter 3 stream, Harry Potter 3 PC-s streamben volt, hogy azt reméltem, hogy eljutunk odáig, de nem jutunk el odáig, hanem így is, úgy is, 3 perc 29, 3 óra 29 perc lesz majd a stream végén az összesítő, elszámoló hosszúságmérőben jelezve, nem fogom megúszni, nincs menekvés, én vagyok a leggyengébb láncem, a viszontlátásra mindenkinek. Mert a Slink?